Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 17 perccel, hát hogy elment az idő, itt vagyunk, szerda van a hét legnehezebb napja, jó reggel, sziasztok, hello, jó reggel, hello Feri, hello Jani, Haller, Galler, srácok, Haller, Galler, srácok, csajok, és mindenki, hát nem tudom már hol hallottam, na most, hogy eszembe jutott. Hova tűntél tegnap? Hol voltam tegnap, és mit hoztam nektek? Jaj, hát miatt. Mi van a kezemben? Új bögrét van. Vízforraló! Hogy ez az? Fú, de menő! Egy tűzpiros sponsor által támogatott vízforraló, aminek már tegnap ünnepélyesen megtörtént az átadás átvétele. De jó, de az alja is megvan, ugye? Megvan az alja is. Valahol. Igen, a dokkoló rész nincs rajta jelenleg, tehát hogy így. Gabival tegnap egész délután együtt mulattuk az időt, és ünnepélyesen, mikor kihaladtunk az autónkhoz délután a rendezvény végén, akkor átadta a vízforralót. Csináltunk egy közös fotót, majd felrakjuk a Facebookra, meg átküldjük neki is, mert megígértem. Picit össze van olvadva, Gabi kipróbált egy gázrezsón. Nem mondták el, hogy kell használni. Megvan az alja, megvan a teteje, úgyhogy elhoztam. Nagyon elhoztam szép. Elhoztam a vízforraló gyereket. Mi lesz a sorsa? Odaadjuk-e az egymilliós álomkonyhához? Nem, megnéztem tegnap, rettenetesen vízköves a vízforralom otthon. És gondoltam, hogy hazaviszem. Ne legyél már mindenképpen. Hát itt nem használjuk. Hozd a régi vaskot ide, a koszos dugás köves. De itt nem használunk, mert van forró vízünk. Automatával. Gondoltam, hazaviszem. Mindenképp hozd a tieteket. Persze. A Viki mindig beletesz valami tablettát a miénkbe, amiben belenged utána ilyen kétes eredetű vizet, vár 5 percet, és gyönyörű lesz. De szerintem az full vegyszer. De jó lesz. És gondoltam, hogy vegyünk már egy vízforrót, mégiscsak 2000 forint legalább. Tehát, hogy de tegnap Gabi a kezembe nyomta. Hát minek vennél, ha van. Úgyhogy arra gondolom, ha nektek nem kell, de ha... Hozd be, persze, mert az jó lesz. Vízforrás, ha még működik, ha meg nem, akkor amatőr geológusoknak majd kiszedjük a követ belőle. Nagyon jó. Értelek benneteket, hát ha lett volna vízforralónk, eddig is lett de volna nem már. Nem nekünk, hát odaadni az egymilliós álomkonyhához. Az egymilliós álomkonyhához azért nem adok vízforralót. Nem adom oda, hát hogy adom oda? Mert kap egy milliós álomkonyhát. 300 000 forint gépekkel, 700 000 konyhabútorra. Hát legyen 2000 forint. Akkor adjuk oda neki a régit, a tiédet. Jó. Okay. Jó, ezt mit haza? És egyre jobb ötletek. Az egyik behozza a levedletet, a másik odaadná a hallgat. Az lehet, hogy neki érték, hogy az a Balázsék vízforralója volt. Ha? Szóval a Music FM-esek rendesek voltak, és elküldték, ez a lényeg. Ugye nincs rajta logójuk, meg semmi, majd ezt is lefotózzuk, az ominózus vízforralót, csak egy szponzor által támogatott, mert ez ilyen szponzorált játék volt, a vízforraló. Egy nagyon jó kis rendezvényen voltunk tegnap, Miskolcon voltam, az Avalon Parkban, egy ilyen Star Go-kart versenyen, amiből tévéműsort is forgattak, méghozzá elég sok részt, és hát nagyon jó volt. Nagyon jó volt, Gabi korkedvezménnyel engedték elindulni. Mondtam neki, hogy az elvizsgája már 10 éve lejárt, csak nem tudja meghosszabbítani, mert nem adják meg nekem, már nem lát. Hogy örülhetett, hogy találkoztatok. Gábor, ne röltesd a járókeret, nem fér be. Igen, Gabi, látom, Trabival jöttél, na, gurulja egy picit. Szóval, de ügyes volt, egyébként nagyokat csatáztunk, jól ment ő is, és egy harmadik helyet azért sikerült. Sikerült a nevetekre. Csak egymásra koncentráltatok? Nem. A többiek is egy picit. Nem volt tükör a gokárton, úgyhogy nem tudtam rá, ha nagyon koncentrálni, mert nem volt. Jó volt, lögdöstük egymást, meg mindenkit. Az a baj, hogy ilyen fordított rajtsorrendes történet volt, és én az utolsó előtti futamban vagy megnyertem, vagy második lettem, ezért az utolsó előtti helyről indultam. És hogy 89-en vagy a pályán, hogy nem mész át a bolyón. Ha mondod, akkor második lettél, mert ha megnyerted volna, akkor a remélkedés. A Vasszak Csabi annyira idegesített, mert valaki kitette, erre neki ment a falnak, levette a bukkos, és akkor eldobta, és kiszállt a kocsiból. Erre mi történt? Az utolsó futamon első helyről indult. Hát mondom, ha ezt tudom, ez nagyon jó, akkor mondom, én is kiszállok valahol. Fordított rajtsorrend miatt viszont a legrégbéről indultunk, úgyhogy lehet azért egy bronzérmet eredményre. Sikerült azért az megmenteni. Csabi mindig ilyen egyébként, mindig ilyen diszponált, amikor nincs ott a menedzser, hogy megmondja, hogy mit csináljon. Tehát, hogy... Ne, nagyon jó volt, mind a két vastag ott volt. Jobbra teket, szűke. Mind a két vastag ott dombiék ott voltak, tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy röhögések voltak, nagyon sokan voltak, 89 fiú, 89 lány, úgy csapatverseny is. Abban nem értünk el semmit, mert Náda Janika voltam, aki erős kihívásokkal küzdött a gokártozás terén. Gáz, ő nem volt annyira jobb láb. Nem volt annyira ügyes, de a végére egészen belejött egyébként. A végére
végére egészen tehát belejött. Tehát indulni. Figyelj, ezek az elektromos gokártok következőképpen néz ki, fokozható a teljesítmény, minimál teljesítménye ment, így is ilyen 35-40-nel megy, majd motorhangot tudsz rátölteni, vagyis balra jó van. Olyan motorhangot tesznek rá szoftverileg, ugye elektromos a gokárt, hogy nem hízed ebbe, majd indítsd be a gokárdot. Mm-hmm. Balra nyúlsz, és fölhúzol egy ilyen kis pirosra. És mennek ilyen kamutúráztatások. Olyan hangja van. És ugye az a lényeg, hogy elvész valaki mellett, és le tudod csapni az indítóját, akkor leáll a gokárt. Na hát ezt elmondták, nyilván ebből elindult egy ilyen... Ó, de viccesek vagytok! Gyere, a rohadt életben, ne menj már, hogy gyorsan le akarom csapni. Dombival megbeszéltük, hogy az utolsó futamon mindenkinek lecsapkodjuk, de hát aztán nem mered kitenni a kezed, mert rosszul nyúlsz, akkor... Hát akkor annyi. Akkor el is viszik. Úgyhogy nagyon, nagyon jó. Tényleg színvonalas kis rendezvény volt, jól éreztük magunkat. Na és itt Gabi a végén átadta. Átadta a szoralót, úgyhogy... És doboz nem hozott hozzá? De van hozzá doboz is, ott van a kocsimban. Csak gondoltam, hogy az most nem hozom. Hát tök fölösleges lett volna egybe behozni az egészet az aljával együtt. Az alja bent van, az alja itt van az irodában. Az alja, alját behoztam, csak a tetejét. A doboz az hát az minden, mi a fejének. Dedikáljuk nektek? Ne firkáljátok össze. Ja, nem, csak kell. Kérdezem persze, hogyha igénylitek mesetleg. Jól látom, fáj, érted, itt hagyom, bár a büdös nem életben fáj, nem használunk vízforralót, de itt hagyom. Tehát akkor álljon itt, legyen ez a gyerekje. Olyan szép idő volt tegnap, és olyan gyönyörűen megcsinálták ezt a parkot, hát az eszem megáll. Voltam ott télen, de most már szép zöld minden. Hát, és mit lehet csinálni? Csak gokártozol? Igen, gokártozol, ott tudsz lakni, céges rendezvényeket csinálnak, motivációs tréningeket, csapatépítőket, van több ilyen nagy szállás, konferenciaterem. Hát ez egy ilyen parkszerűség, ahol te laksz, pihensz, és akkor onnan elmész ide-oda túrázni. Motivációs tréningeket tartanak a tulajdonosok. Srácok, utána kell csinálni. Például láttam a feliratot, amikor megérkeztem az étterembe, láttam, hogy Rubin Tréka a héten majd valamikor, hogy jövő, de motivációs előadást tart. Hát mondom, most már én is összerakok egy ilyet, hát itt most már bármit lehet. Akkor most már én is. Hát már igen, mondok egy ilyet. Motivációs tény. Hacsizom. Csak sokan mennek erre állítólag. Hát nem, meséltem nektek, hogy ugyanott van a Rubin Trékának a heti egy vagy kettő ilyen nagy tömeg mozgató cucca, mint ahova Panyesszal járunk kézilabdázni, és akkor ugye apuka azt szokta csinálni, hogy a Panyeszkát lerakja az edzésre, szól az edzőnének, hogy tessék külön figyelni a gyerekre, és megállsz a nagy terem előtt, és óvatosan ahonnan kihallatszik a halálhörgés és síralom. Hát ott azért. Én láttam arról egy videót, tehát jó, hát ő, tudjuk, hogy droid, igen. A szó pozitív értelmében. Egy kegyetlen. Ők nagy labda, és úgy néz ki, hát annyira komoly teste van gyerekek, hogy az elképesztő. Na, az, de az tele van az a terem, tehát ott azért... Persze, hát a Réket nagyon szeretik, meg nagyon sokan kedvelik őket, azért jó brand, amit csinálnak, úgyhogy nem csak ezt láttam pont, hogy például ilyen előadásokat is. És terveznek. Beletek minden oké? Okay? Minden mi? Jó? Hát minden rendben van. Viccelsz. Nem. Jó volt, szép volt? Semmi? Várjál most. Nem baj, nem gondolkodom rajta. Nem kell, ha nincs, nem baj. Kivágókártoztam tegnap. De senki nem jutott. Nem villamosoztam egyet. Kicsit kikapcsolódtam, jó volt. Én bringával voltam a városban. Jó, szóval, hogy akkor semmi. Mutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait. Semmi. Jó, hát azok vannak gyerekek, hát tegnap is a celepcsajok közül azért. Majd eltűnnek a hétvégére, hogy a jó idő is sajnos, de mindegy. Na, és akkor mi volt? De ma még... Volt egy-két ott is lent. Azért egy jó napot kívánok. Egy-két kezicsokolom, és egy-két jó napot kívánok. Óvatosan mentél? Láttam védás felvételt. Motiváció. Ja, arról akartam beszélni egy pillanatot még. Ja, na, figyelj, én nem, jó, hogy mondod. Én nem tudom, hogy mi van az M3-ason, 8 kilométerenként valami véda vagy védának tűnő az. Olyan komplett kamerarendszer, hogy elkezdtem rászokni a biztonsági övre, mert rájöttem, hogy az úristen pénzem nem lesz erre elég, ha 10 kilométerenként lefotóznak. Végig úgy mentem Miskolcra, a 20. kilométer, azt mondom, na rohadjatok meg. Tessék. Kivettem a kamuövet, azt a kis tartót, nem, és bekötöttem magam. 15 percenként, nem percenként, kilométerenként, olyan kamerarendszer, hogy bepisílsz. Tehát, hogy minden pénz. Amikor nem voltam bekötve, következő csináltam, láttam, jön a kapu, lehajtottam a napelenzőt, és fölemelkedtem. És azt látták, hogy 20 kilométerenként a csávó mindig lehajtja a napelenzőt, fölemelkedik. Legalább az arcomat ne lássátok. És ez volt, és mit lehet kivédeni? Kiül ebben a Dávid Kornél? Mekkora ez az ember, nem látszik a fej. A másik nagyon jó, amikor hirtelen már későn vettem, és nem tudtam lehajtani, hogy csináltam egy
gyors, és így... Jaj, de fáj, agyom. Összekuporodtam, ezáltal maximum csak azt nézik, hogy 137 mentem mondjuk 142-vel, de legalább a biztonságüvet ki tudom védeni. Úgyhogy, és akkor azt mondom, a 30-nál jó, nekem ez nincs energiám, és bekötöttem magam. Figyelj, minden sarkon kamera. Ahogy a sólymok ültek régen az autópálya szélén, mindenhol kamera. Ezek mindent, figyelj, ezek mindent látnak. Láttam felvételt, nincs menekvés. Nincs. Tényleg belát a kocsiba, és tényleg látja, hogy van. Már egy nem fehér pólónál, már egy mit, egy szürke, vagy egy kicsit világosabb pólónál. Konkrétan látszik, hogy van-e rajta döv, vagy nincs, úgyhogy tessék bekapcsolni. Mindent lát, úgyhogy rá fogok szokni, mert ez nem kifizetődő. Ráadásul kaptam egy autópályás csekket 15 ezerért, úgyhogy... Éves matrica. Igen, az de már elment, az annak már ne háromszorosát elkötöttem. Na, persze. Na, az jó lett volna. Úgyhogy be kell kötni magam, és mindenkinek. Egyszerűbb. Akkor ezek szerint nem mondták a szikszói srácok, hogy mindent fizetünk, csak érjél le időben. Tettem egy ilyen ajánlatot, hogy tudok gyorsan is menni, hogy ne kell rám várni, de akkor viszont a műsor producere mondta, hogy nem vállalja az egyéb költségeket, ami ezzel jár. Figyelj, ijesztő ez a fajta kontroll. Tehát, hogy én nem tudom ebből mi volt véda, mi nem volt véda. Tehát nem ismerem meg, hogy most ilyen kapuk, és akkor ott az most matrica figyelő, vagy mi, de rengeteg. Tehát én nagyon régen voltam autópályán. Celofános a véda. Ezek a fiúk elköltöttek rá egy szabad szemmel látható összeget. Celofános? Na ha igen, az még nem az úgy szerelapod. Szóval egy komolyabb összeget elköltöttek erre a srácok, azért ez látszik. Ez látszik. De már pumpálod is vissza. És látod egyébként. Szerintem tegnap, hat csak. De mindenhol ott van, Tehát, hogy, és látod egyébként a hatását. Tehát az a legdurvább, hogy fölmész a nagykörösére, és így, de miért megy mindenki 35-tel? Hú, nagyon kemény. Tudod. Igen. És így, ha mi? Mi van akkor, ha nincs bekötve az övem? Lefotóz a véda, majd 10 perc, megint lefotóz a véda. Az kétség. Nem lehet. Tehát van valamilyen méltányosság, nem? Hogy a második már csak a fele, tehát nem 10 percenként nem büntethetek meg, ha te véletlen hibázol, mondjuk az autópálya díjat se büntetik meg veled X-szer. Szerintem de. Nem? Ez nem olyan, mint a BKV-nál, hogy mutatod a csekket, hogy 5 perce büntettek meg, jó napot kívánok, engedjenek már haza. Elfejtettük megkérdezni, ez egy jó kérdés. Tehát mit tudom, egy 100 km-en szakaszon véten vagy bekötve, akkor 100 000 forintot össze tudsz szedni 15 ezerenként biztos elmegy egy komplet fizetésed. De megbüntetnek. Tehát ez a, hogy hívják, ez a eljárás folyik ellen a lopás ellen, hogy nézzék el nekem a malacot. Tehát, hogy ez... Igen. Nincs ilyen, hogy éppen 100 ezernél vagy tesó 150-et keresel. Na, 70. Méltányosság. Valami, hát most ha nem vagyok bekötve. Elnézést, van magánál munkáltató, igaz, és igaz, 150-et keresek, plusz ellen, akkor nem. Jó, akkor nem. Tehát szerintem azt negyed óránként úgy megbüntetnek negyed óránként, mint a szél. Az is kaputól kapuig. Az is koráján. Hát akkor kapják be. Hát akkor... Így van. Legalább valami jó is legyen már dologban. Bekötöttem magam, bár továbbra sem értem, hogy senkinek mi köze annak, hogy én bekötöm magam, kinek mi köze ahhoz. Mert de... megyek szembe veled, és a kirepülő holttested, amikor... Igen. Na. Én értem, hogy féltenek, igen. De gyors sajtás megértem, a tilosan parkolás megértem, nekem a biztonsági az a saját döntésem még mindig autón belül, tehát hogy azzal elvileg azért az esetek 90%-ban nem veszélyeztetek másokat. Míg az evés a telefonálás, a gyorshajtása, igen. Igen, de a telefonálás például nem tudják ellenőrizni. Azt mondták, hogy, az, igen. Hogy arra nincs bünti. Erre azt lehet mondani magadra, meg a gyerekekre. Na jó, meg a feleségedre is. Persze, nem, a Vikivel ülök. A Viki is eszembe jutott most. A Viki, igen. Én gondolja a szerelmedről és a feleségedről, ugye? Igen. Tényleg jó, igen, lefokoz. Na, drága hallgatók, hát óriási napra virattunk ma, mert hogy 8 óra után nem is egy vendégünk lesz, hanem több vendégünk. Négy vendégünk is lesz, ugyanis reunión. Ez az alcíme a mai adásnak, reunión. Újra egyesítjük az a 1997-ben indult Z plusz a Magyar Zenecsatorna műsorvezetőit. Akit megtaláltunk, illetve akit meg akartunk találni. Így van, hát többeket is meghívhattunk volna, de mi az alapcsapatra gondoltunk, úgyhogy Lilu, Zsú, Filip és Nagy Sanyi érkeznek hozzánk 8 óra után. Sztorik, történetek! Minden mennyiségben. Jó, hát meglátjuk, hogy mennyire fekszik nekik a korán kelés. Kíváncsi vagyok tényleg, zombi, igen. Hát ha nem vagy trenírozva, és nem kezd minden reggel, akkor azért az úgy erős. Á, de jó kis beszélgetéshez. Én nem is tudom, mikor voltunk utoljára így együtt. Egyébként.
Fogalmam nincs. Valami... Nem ő jártatok össze, gondolom. Nem. Hát nem, nem egyszer, volt. Egyszer-kétszer még rendeztek ilyet, azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy milyen pozíció volt, az egyik hölgy szervezte az Épusztól annak idején, még egy-két ilyen találkozott, amikor itt tök sokan összejöttünk, de tényleg akkor technikusok is, műsorvezetők is, stb. Az jó, de aztán azok itt szépen így elhaltak, azok a kezdeményezések. Egy-kettő volt belőle csak. Néhányan írták, hogy a zene is alkalmazkodjon az Épluszos időszakhoz. Jézusom! Kinyithat DJ Oti retrótára, ha akarjátok. Tehát nekem ez felhívás keringőre. Laci mondta, hogy Facebook bejegyzésekkel jelezték, hogy hát akkor... Készítve egy jó Skyland. Olyan sok zene nem lesz, mert hogy inkább beszélgetni fogunk, de azért egy Bestiák és egy Baby Sisters van a tarsolyomban. Bele kell, hogy férjen, mi? Hát bele kell férni. Annak azért bele kell férnie. Na, úgyhogy 8 óra után jönnek hozzánk, és szerintem egészen 9-ig itt is. Itt is lesznek, mert hogy hát van miről beszélni. Na, az ismétlés most elmarad, mert elbeszéltük az időt. Hogy állunk játékkal? Nagyon jó, 2-0. 2-0? Igen. Uh-huh. Ma beüthetjük az utolsó szeget. Kérdezem, se kéne már ezt egyébként. A sokadik koporsóba. Igen. Nem túl fényes a hallgatóink teljesítménye. Na, ha viszont valaki még érez magában erőt, hogy kapjon egy maflást, akkor írjon SMS-t, jó? Gyertek házhoz a pokonért. Hogy ott tartsak másik országát. Tartsátok oda az egyik, vagy másik országokat nyugodtan. Jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan, 7 óra, Avanci, még amikor nem tette le a pendrive-ot. Nem úgy volt, hogy visszavonul? Hát akkor vége. Vonultassuk vissza mi is. Akkor mi nem játszuk, tehát ha ez a kívánság, ő nem, akkor kész. Egy jó kis Avanci, igen, elmegy nyugdíjba, ugye, mert megfejtettük a múlt hét, egyet, nagyjából annyit, hogy lerakja a pendrive-ot egy évre, hogy aztán még drágábban visszatérhessen valahol, valami nagy koncerten. Igen, most nem mondtad, hogy összeáll az Avanci. Azt nem mondtad. Ugye, hogy újra összeáll Avanci, hanem hogy előveszi a pendrive-ot. Jó. Igen. Hát ha összeáll az Avanci, az azt jelenti, hogy rádugja a pendrive-ot az USB-re. Nagyjából. 3-0 sportra. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Jó reggelt! Jó reggelt! Hello, ki vagy? Hello! Feri vagyok, Szerbusz Balázs, szia! Szia Feri, honnan hívtál minket? Budapestről, és ki mellett tetted le a voksodat? Kit szeretném ma agyonverni, kikészíteni, én megalázni? Téged szeretnének megalázni, ha sikerülne. Mit írtál? Mi volt az SMS-ed? Azt írtam nektek, hogy egy profival kéne már játszani, mert sok kezdőt hívtok föl. És remélem, hogy sikerülni fog, mert azért ebben a játékban elég jó szoktam lenni. Nagyon aztán jó. Most így adásban lehet, remélem, hogy azért sikerül. Jó, ezt csak azért kérdezem, hogy mit írtál, hogy a hallgatók lássák, hogy tényleg olyanokat hívunk vissza, akik baromi kemények. És nem arra megyünk rá, hogy valaki puha legyen. Mehetünk? Mehetünk. Jani? 3-2-1 Itt vagyok. Mit mondtál? Hogy hívnak? Feri vagyok. Feri. Kérdezhetnék tőled? Szeretnék kérdezni? Szeretnék kérdezni, igen. Kérdezzél. Utána kérdezhetek én? Meg is volt. Ott is vagyunk. Mi szeretnék van? Kérdezni, igen. Én ki mondtam? Nem, te. Ő? Igen. Akkor megállítom. Itt mondtam, hogy igen. De nem mondtam, hogy igen. Aha. Aja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 j
Traffic. Kezd el előről. 20 másodpercnél megállítottam az órát, akkor menjen tovább a játék. Legyünk ilyen nagyon-nagyon jó fejek most. Hát, az a... kérdeznék tőled. Jó, márja, mert közben az időből is kicsúszunk ki, tehát ez ki van számolva pontosan. Jó, majd akkor lejátszunk hírek után, nem tudjuk most lejátszani, megcsúszunk. Addig legalább vissza is tudjuk hallgatni, hogy mit mondtál. Jó, maradj elérhető, maradj elérhető. Jó, mindjárt hívunk. Mindent a kedves hallgatók. Így is van. Jó, van, kimondta egyébként. Csak azt mondta, hogy ig. Azt mondta, hogy ig, akkor azt mondta, hogy ig. Igen, nem tudunk újat játszani vele, mert hogy pontosan kell mennünk, nem csúszhatunk. Jó, drága hallgatók, gyorsan egy-két közlekedés, trafi az M0-áson a Fóti lehajtónál, Csoki Guru küldte nekünk, trafi a 8-ason Ajkánál, Bakonygyepesnél a Molkút után, 500 méterrel Véda, mindenki vigyázzon, köszönjük szépen, és Budakeszin a Mozdonynál nézik a tilosban járókat. 6 perc múlva 7 óra, visszahallgatjuk, jó? Visszahallgatjuk, jó. És akkor bejátsszuk, meg döntünk majd a játékos sorsáról. Ákos, hírei után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi.
Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, szerda van, hát ugye ez egy nehéz nap. Nehéz nap, de túl leszünk rajta. Túl leszünk rajta olyannyira, hogy 8 óra után vendégeink lesznek itt a stúdióban, jönnek a régi Z pluszos műsorvezetők, itt lesz Lilu, Zsú, Filip, és Nagy Sanyit is sikerült megtalálni. Úgyhogy érkeznek hozzánk, és egy kicsit nosztalgiázunk, és a régi Z pluszos Viva TV-s időkről beszélgetünk. Majd ennek az apropója egyébként, ennek az apropóját a Viva TV adta, hogy ők a múlt héten tartottak egy retro napot. És ahol ilyen régi anyagokat bennünket ismételtek. Valaki felment a padlásra. Igen. Előbb egy régi betakazettát megtalálták. Igen. Digitalizálták, hogy le tudják játszani, ugye, mert betakazettát ma már senki nem használ. És hát aztán végül is ugye ezért gondoltunk arra, hogy hívjuk meg őket. Egy eleve nem is nagyon találkozunk velük, mi se tudjuk nagyon, hogy kivel mi van. Mi Lilut leszámítva nyilván egy csatornánál dolgozunk, de jó lesz egy kicsit nosztalgiázni, úgyhogy 8 óra után érkeznek, és sikerült őket össze szervezni. Nem volt egyszerű, hogy mindenkinek jó legyen, de a mai nap jó lett, úgyhogy jönnek hozzánk. Na. Igen, Filipnek volt egy picit korai az időpont, mert így most 5-kor kellett elkezdeni a csinálni a haját. Miért ő nem így fekszik le? Azt mondja, hogy nézzük gyorsan, mit írnak hallgatóink. Aztán visszatérünk még a játékra. Újfehértó belterületén a 4-esen Véda, szürke Skoda Fábiából Nyíregyháza irányában. Ezt mi Jack küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán a változtatóság kedvéért a Feri gyorsforgalmi úton kamion szorult be az aluljárónál, a központ felé nagy a torlódás. Szép napot írta nekünk Pötyi. Mezőberényben a Köröstarcsi úton egy bejáróban Skoda trafi. Szép napot mindenkinek. András küldte nekünk trafi az M0-áson, a Fóti lehajtónál és a 8-ason Bakony Gyepesnél a Molkút után 500 méterrel szintén Véda van. Na, hívjuk vissza a játékost, jó, Anna? Beszéljünk el egy mondatot, és aztán ezt a dolgot le is zárjuk, megmutatjuk, amit meg kell, hogy elhiggye nekünk, hogy valójában mit hallottunk, és akkor kimondjuk az ítéletet, és mehetünk is tovább. Anna már is hívja. Van, aki számot szeretne tőlünk kérni, hát arra most nincs lehetőség. Nem, köszönjük szépen. 10 után a Csabi mindent teljes. Mindent, így igen, 10 után kell a Csabinak. 10 után kell a Csabinak kérni. Majdnem. Majdnem 10 után. Igen, majdnem 10 után. Majdnem mindent. Igen, hát a majdnem minden az de a jó. Teljesen a Csabi most. Na, jöjjön. Halló. Halló, sziasztok. Hello, újra itt vagy? Itt vagyok, igen. Hello, Feri, ugye? Jó, mondom. Hello, igen, Feri. Igen, igen, jó. Na figyelj, talán. Hallgass meg, jó? És kíváncsiak, hogy te mit mondasz. Ugye, hallgass igen, meg önmagad, jó? Hallgatom. Figyelj. Kérdezhetnék tőled? Szeretnék kérdezni? Szeretnék kérdezni, igen. Kérdezzél. Na, hallottad? Én azt mondtam, hogy igen, az pedig egy szófaj. Aha. Nem mondtam az igen. És ez igen. Szerinted értelmes válasz? Tehát, hogy egy szófaj nevét belekevered? Azt szerintem illik ebbe a beszélgetésbe? Hát nem tudom, nem mondtam még ide, én igen hallottam meg, de hát igen, nem mondtam. Uh-huh. Tudod mit, küldünk egy bögöt, ahogy írja az egyik hallgató. Bögrét nem, de egy bögöt, igen. Nyertél egy bögöt. Jó? És egy paszta. Nem volt pasztát. Igen, csak egy igen, akkor egy bögöt küldünk. Pedig szerettem volna vele végigjátszani, mert annyi kérdésem lett volna, de hát nem hagytad. Nagyon jó játszó, Balázs, mert nem hittem volna, hogy ilyen jó játszó. Mondjuk ezt szoktam minden reggel hallgatni, úgyhogy de biztos voltam magamban. Uh-huh. Nem én játszottam jól egyébként, Feri, mert most te mondtad, hogy tiltott szót. Értjük, hogy küzdesz a csomagért. Küzdesz, igen. Ferikem, ezt nem tudjuk megadni, jó? Jó. Ezt nem tudjuk megadni. Független attól, hogy beírjuk-e magunknak a pontot, vagy nem. Egyébként nem is írjuk be, tök mindegy, nem ezért. De hát ha valaki azért igen, és csak az N betűt nem mondja ki azért. Az így, ha akarom, így hallom, ha akarom, úgy hallom. Jó? Jó van, Balázs, jó van. Köszönöm szépen. Köszi. Köszönöm. Sziasztok. Ciao. Köszönöm. Hello. Neked köszi. Is. Hello. 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 Szívtelen vagy már meg. Na hát ez így korrekt, nem? Abszolút, persze. Nem, ez nincs ilyen, hogy kimondtam félig, de nem mondtam ki. Hát ez, ha mi mondjuk ki félig, akkor mi ugyanúgy elveszítetnek tekintjük a játékot. Így van. Ige. Ma beszéljünk csak így. Ige. Adjunk le minden. Nehéz lesz egyébként, elfáradok annyira. Na, állítólag a Vazéban be lehet állítani, írja nekünk egy hallgató, hogy be lehet állítani valamilyen csoportot, és hogy csináljunk már egy Morning Show családot, mert például van már Total Car család, és be tudnánk állítani, hogy legyen Morning Show család is. Hogy kell ezt megcsinálni?
Én néztem már mindenféle alkalmazást, hanem al elemet, ahol hát talán lehet ilyet, hogy csoportot csinálni, egyszerűen nincs. Én nem találom. Ezt, mit látsz a térképen? Tehát, hogy mondjuk el azoknak át, valakik nem tudják, a VAZ egy baromi jó ilyen GPS alkalmazás, letöltöd, lejelzi a balesetet, a trafit, a védát, a kaput, az útfelújítást, mindent. Ugye autósok szerkesztik. Ettől baromi jó, ahol te dugót látszott, rányomsz, balesetet, ha sokan rányomnak, fölteszik tényleg a térképre. Tehát baromi interaktív, és tényleg nagyon jó. De hogy mit látok, akkor azt látom, hogy egy morningsos autó jön a másik sávba, vagy megyek az M6-os autópályán, és szemben elment valaki, aki szintén morningsos, és akkor ketten morningsosok találkoznak. Elmegy mellette egy Music FM, és picit ráhúzod, akkor megijeszt. Tehát, hogy megjelöli magát az autót? Igen. De az autót nem jelzi. De te igen, mint felhasználó jelez, tehát ha én használom a vazét, és megyek az úton, akkor látom, hogy más vazések jönnek. De nem látod, mert nem jelez autót. Autót nem jelez a vaze, autó, az útfelújítás jelez. Nem, látom a többi vazést. Abszolút. Én nem látok sosem. Ha én be vagyok jelentkezve, ezzel a csúnya szóval mondva, hogy be vagyok jelentkezve, akkor én látom a többi vazés autót. Igen. Még az ő nevüket is látom. Komolyan? Persze, ő is látja az enyémet. Megőrülök. És tudunk üzenni egymásnak, rá tudsz üzenni a másikra. Persze. Jó, tehát ha például az autópályán elmész egy merohany szőke mellett, akkor csak oda ír, hello baby. És ráküldesz. Igen, és én voltam jóképű barna. Igen. Én mentem az én nem írhatom, hogy jóképű, de igen. Mielőtt kérdezni, igen, én voltam a jóképű barna. És jelenleg facér vagyok. Csak rajta múlik, hogy meddig. Hogy megállunk-e. És ő meg visszakérdezi, hogy mi a facér írogat neked. Na, szóval akkor csináljunk morning show családot, jó? Ezt a család csinálást, ezt nem, már ezt a fajtát nem tudom, hogy jó, megfejtjük, megoldjuk. Most mindenki elmerült ebben. Jó, oké, na, ez kevésbé izgalmas. De nem, most mindenki, de az egész ország. Tehát, hogy most azért nem gond, hogy csendben voltunk, mert ebben a pillanatban az egész ország, az összes hallgatónk mindannyian így nézik a telefonjukat, és hogy jó Isten lehet összehozni ezt a csoportot. Igen, mindenki balesetezik, tudod, mindenki ezt nézi. Na, egy helyes kis történettel készültünk, ami talán nem is annyira helyes már annak, aki átélte, és biztos sokan jártak így, ahogy egy hölgy. Ez egy bevásárlóközpontban történt, illetve pontosabban egy bútor áruházláncban, de most mindegy is, hogy melyik áruházlánc van, nem is erről van szó. Leírta az esetet az állítólagos vásárló, és nagyon tanulságos az ő története egyébként, hogy mi történt. Ugyanis szerelemre gyúlt iránta egy leheltéri biztonsági őr ebben a bútor áruházban, és ő utána írt egy panaszos hangvételű levelet az áruház vezetőségének, illetve egy újságnak, szerkesztőségnek, hogy hát mi történt vele tulajdonképpen. És leírja a hölgy, hogy ő állt a sorban, amikor is azt látta, hogy egy biztonsági őr már nagyon stiröli őt. De hát ugye ezzel még nincsen semmi baj, ott állt ugye a kapunál, ahol ugye te kimész, állt a biztonsági ebből őr. Még bármi lehet, ha egy biztonsági őr. Nem, az gó, igen, ez vele is előfordult már, de nem annyira romantikus. Végzi a munkáját, mit lopott vadonul? Ma mit lopott? Ő leírja, hogy április 4-én 2016-ban, április 4-én a délutáni órákban vásárolt egy saroggarnitúrát. És a kasszánál, a sorban állásnál feltűnt neki, hogy a biztonsági őr feltűnően bámulja, majd felhangon odaszól a másik kollégájának, hogy ő szerelmes. Hát ugye ez már nem egy túlságosan szép gesztus, mert ezt érezheted úgy, hogy téged inzultálnak, beszólnak, még ha ezt akár bóknak is veszed, nem biztos, hogy ez minden nőnek kényelmes és jó érzés, nem? Hangosan odaszólt, hogy szerelmes vagyok. És kollégám megkérdezte, hogy kibe? Líviába. De ki az a Lívia? Az új saroggarnitúra. Igen. Na, de ennek komolyabb a történet, mert utána ő távozott a kasszától, kisétált a villamos megállóba, amely körülbelül írása szerint egy 2 perces út volt, ekkor látta már a telefonnál, hogy az úr bejelölte egy közösségi oldalon, a biztonsági őr. És üzenetet is küldött neki, hogy nagyon megtetszett neki a hölgy, de nem merte megszólítani, ezért lepuskázta a nevét valahonnan, és ezért jutott el hozzá, így jutott el hozzá a Facebookon. Aha. Na most ez ugye további kérdéseket vesz föl, és meglehetősen aggályosnak tűnik a dolog, ugye, adatkezelés szempontjából, hogy van az, hogy egy biztonsági őr, képzeljék el a szituációt, egyszer csak megszerzi a vásárló adatait névvel, címmel, telefonszámmal, akár telefonszámmal is, tehát effektíve mindennel. És hát azért, ha ez bármikor bárki hozzáférhet,
Azért az nem megnyugtató. Hát főleg, nyilván, ha nő vagy, igen. És mondjuk rád ír egy pasi, aki biztonsági őr. Nyilván kért egy házhoz szállítást, ugye a hölgy, mert a salogó, hát hogy nem tudta a hátán elvinni, mert a villamoshoz. A BT címe rajta volt. Így van, és akkor minden adatot megszed, mert önmagában az, hogy szerelmes lesz az ember, hát ennek ugye nem tudunk. Ez egy szép történet, szerintem. Igen. És onnantól érdekes, hogy ezt viszont, tehát ott áll szerelmes biztonsági őrként, és tudod, hogy lehet, hogy most elmegy a nő, soha többet nem látod, de te tényleg szerelmes lettél. Reális, hogy tényleg szerelmes leszel. Ez egy nagyon reális sztori. Ez egy nagyon reális sztori. Ezek galambok repülnek el, és azonnal szerelmes. Rózsaszín köd. Igen, és mit akarsz mondani? Oké, mondjuk tételezzük föl, és... Hát, hogy odáig azért elmehetsz, hogy ennek jelét adod, az már abban igazad. Én szerintem nem mehetsz el odáig se. Az se lehet, nem hogy biztonsági őrként életed nőjét meglátod. Nem mehetsz el. Nem mondhatod azt, hogy... Nem, te ott csöndben vagy, és nem mondasz semmit. És nem inzultálod a vásárlót, és nem mondod azt, hogy te szerelmes vagy, az a te legnagyobb magánügyed, és ezt mindenki... Hát de és ha kimegy, és soha többet nem látod... Akkor menjél haza, aztán főzessél anyáddal. Tudod, ez üvegtigris. Komolyan mondom, tehát nem inzultálhatod. Ahogy a feleségednek se örülnél, ha beszólnának, semmilyen nőnek ne szóljon be a biztonsági őr, és nem mondja azt, hogy én szerelmes vagyok. Hát ezt ki nem szarja le? Te nem azért vagy ott, hogy szerelmes legyél, nem azért vagy ott, hogy beszóljál a vásárlóval. Az a válaszok, hogyha meg a frankfurti vésnével, érted? Nem azért vagy ott. Ő egyébként vásárol, családanya, nő, neki ne szóljál be, hogy te szerelmes vagy. Mondd meg magadban, hogy milyen gyönyörű, de ne szóljál be neki, hogy te szerelmes vagy. Te ne inzultáld őt verbe. Én ettől ki vagyok? Vagy ez nem inzultálás. Ettől van, aki zavarba jön, van, akinek ez rossz érzés, és van, aki egyébként nem érzi jól magát. Persze van, aki azt mondja, hogy kicsit még illegeti magát, és tetszik, de egyébként a biztonsági őr ne szóljon be a vásárlónak semmilyen körülmények között soha. Meg se szólíthatja. Ne szólítsa meg. Ne, hát élete szerelme. Hagyjál már, hogy élete szerelme. De most ezt te heréld ki a sztorik ezzel, hogy nincs ilyen. Ebben a sztoriban szerintem nem ez a lényeg, hogy van-e valódi szerelem első látásra, hanem hogy ment oda a pénztáros nézni, hogy te fordulj már, kiírom az adatait. Igyál már gyorsan egy kávét, adj már egy házhozszállítási papírt, annak a nőnek meg kiírnám az adatait. Mi van, ha perverz, mi van, ha beteg, mi van, ha utána megy? Egyáltalán hogy van az, hogy valaki megszerzi a te címedet, mert ő szerelmes lesz? Katika a pénztárnál félre néz? Nyilván, ezt adom, ezt a részét, ja. Még szeretsz, hogy gyorsan le tudod lépni, mert tegyük fel, mondjuk egy másik szituáció, bemennek hozzád, illetve bemegy a hölgy hozzátok, rendel egy babgulyást, ami rohadt forró, te meg közben ott nem tud hozzákezdeni, nem? Te közben a pult mögött a pincéreddel elkezded kibeszélni a hölgyet, az anyád, ne... szerettem, Jézusom, hogy eszik, nézd, hogy milyen étvágy van, és azok a tüdők, anyád, érted? Tehát, hogy elkezdetek így kóstolgatni a hölgyet, ő meg ugye menekül, hát hogy néz ki? Tehát én nem akarok úgy bemenni az étterembe, de hogy engem stíröltök, és verbálisan már lélekben, meg aztán meg pláne megcsináltok. Aha, meg lennél nekünk. Nem. Érted? Igen, az a baj, hogy ez is mindenki magából indul ki. Látod? Tehát, hogy te rögtön erre gondolsz, hogy téged meg akarnak csinálni egy étteremben, vagy egy bevásárlóközpontban. Hát nem, tényleg szerelmes lett az ember. Uh-huh. Ez független attól, hogy a lánynak tetszette, viszont tetszette a biztonsági őr, vagy nem. Ez a történet nem arról szól, hanem arról, hogy azért ez szemtelen és agályos módja tényleg annak a fajta adatszerzésnek, hogy valaki oda megy, és azt mondja, hogy mondanák, hogy hol lakik. Hát érted, akkor holnap lesátrazom oda, mert egyébként én beleszerettem. Vagy bemászom hozzá, vagy mit tudom én, érted? jó, ez még egy, tehát ez már egy másik kör. Igen, persze, hát ez egy másik kör, nyilván nem mászik be hozzá a biztonsági őr. Ő minden esetre írt egy levelet, hogy az ő adatait, és egyébként szerintem teljesen érthető, kezeljék úgy, hogy az effektíve senkinek a tudomására ne jusson, és senki ne tudja ezeket az adatokat. Ez a része egyébként persze, totálisan aggályos, tehát, hogy oda ment valaki, ez a pénztáros lányhoz, nem tudom ki, ez a házhozszállítást intéző kollégához, és akkor kikérte a címet, meg a nevet. Igen. Azért az erős sztori. Ott a kollégáknak kellett volna elhajtani, hogy jó van, Lajos, már ezen a héten a hatodik, akiben beleszeretsz, húzzám meg. Tehát hogy mész oda? A kollégáthoz, hogy beleszerettem egy nőbe, aki tehát ad már meg az adatait. Na, megint mit akarsz? Na, megint kérek a címét, akarod megszerint. Na, megint kibe szerettél bele. De ha egyébként meg rá vagy indulva valakire, hát akkor csak elkezdesz nyilvánni. Hát, nekünk az a bajunk, hogy ő egy biztonsági őrként. Nem. De.
Nem, tudod mi a bajunk? Hogy ha az lenne, hogy fölment volna a közösség oldalra, és akkor valahogy beazonosította volna az illetőt, de nem úgy, hogy a kollégái gyakorlatilag privát adatokat, aha, a személyiségi okokat azért valljuk be őszintén, nyilvánvalóan megsértve kiadták neki a címet. Hogyha nem így történt volna, hanem fölmegy a IVIV-re, fölmegy a Facebookra. Az IVIV-re, te analóg, te úristen! Keresgéltél egy darabig. Na, a másik analóg srác ebben a nagyon digitális világon fölmegy az IVIV-re. Jézus atya, úristen! Hol élsz, balasz? Megnézem az drogerotípiát. Igen, kikeres az internet panoptikumában a hölgynek a nevét, meg címét, meg akár meg elérhetőségét, mert azt gondolja, tehát hogy azt meg is teheti, mert hogy a hölgy tehet róla, hogy ugye bizonyos információk ne kerüljenek ki. Na most, hogyha így találja meg, és így jelöli be, és így írnak üzenetet, azon nincsen semmi gond, de úgy, hogy az egyik kollega kiadja neki tokkal vonóval, azért az erős. Igen, de ezt mondom én is, tehát hogy nyilván túlment egy határon. De igen. Hát azt azért és képzeld valahogy... el, szeret mondjuk a házhozszállításos kolléga, de képzeld el. Tehát, és minden a biztonság őrbe? És féltéken, és másik címet. Nem, el is megy hozzá, hát ilyen alapon már ott van a címérted, és minden nap elviszod egy szőnyeget, ott van, szóval, hogy nem tudom. Én abszolút, meghoztam a gardróbot. Abszolút igaza van. Na, de nézzük meg, hát a hallgatóinknál is volt ilyen eset, amikor egy telefonos ügyfélszolgálatos belét szeretett, amikor egy pizzafutárt nem tudtál levakarni magadról. Nem. Elsősorban most női hallgatóinktól várunk SMS-eket, amikor is olyan pasival találkoztatok valahol, megvolt az első találkozás, és utána valahogy a pali egyszer nem tudott kikeveredni az életetekből. Folyamatosan jött, vagy hívogatott benneteket, vagy úgy hozta a sogukut, hogy közben nem is kértétek, és láttátok a pizzafutáról, hogy azért hatodszorra hozza vissza a dobozt, mert baromi szerelmes belétek. Tehát mindenhol vannak ilyenek, akik egyszer csak egy lángra lobbannak, ahogy Feri is ugye hisz a szerelem első látásban. Így is van. Című történet, ami egyébként lehet, hogy létezik, csak nem mindegy, hogy milyen úton, módon jutsz el a nőhöz. Aha. Nem? Így van, tehát, a kasszából kikérni az adatokat, az tényleg. Azért az nem túl, ugye, nem túl szexi. Klasszik sztori, és talán már egyébként említettük is, de volt egy hosszú időszak, több hónapokon keresztül tartottunk. Annak idején ugye DJ-ben dolgoztunk, és én voltam gyakorlatilag Balázsnak az élő előörse. Mindig ki kellett mennem a parkolóházba, és megnézni, hogy egy bizonyos hölgy nem tartózkodik. Tényleg ezt meséltétek. Igen, és mindig csekkolnom kellett, hogy az autója környékén nem boklászik-e, ott nincs legugolva egy másik autó mögött, stb., mert ő állandóan lesben álltott. És azért az egy elég kemény időszak volt ebből a szempontból. Egyrészt, mert picit nagyobb volt nálam, ami nem egy nagy mutatvány, de hogy ettől függetlenül ért a saját testépsi, meg is kosztkáztatom azért, hogy ő eljusson az autójáig élve. Hát, és te mentél mindig tényleg megnézni, nézd meg, igen, hogy ott van-e. És aztán azt mondtad, hogy nincs ott, menjek, erre elindultam, és előbújt egy autó mögött. Igen, mert volt, amikor elbújt egy autó mögött, és nem találtam meg. Tehát azért az tud ijesztő lenni. Igen. De biztos vannak olyan hallgatóink tényleg, akik mondjuk észrevették, hogy a villamoson úgy stirüli őket egy fiú, egy srác, egy pasi, hogy másnap is, harmadnap is ott van, aztán már tovább megy vele, aztán már nem ott száll le, ahol le kellett volna szállni, aztán megszólítja, és nem tudja magáról levakarni. A villamos vezető stírőli hátrafelé fordul van székből, a villamos pedig halad tovább az. És nem áll meg a végelmesnek. Most nőként azért így rád írnak, hát az nem megnyugtató egyébként, nem? Hát, a kanos biztonsági őr bejelöl, igen, a Facebookon. Igen. De látod téged? Miért? Tehát, hogy rögtön te is milyen vagy, nem a jófej, aranyos, szerelmes férfi minden nekem megpróbált, ez én hanem a kanos biztonsági őr. Ettől a hidegráz. Ez a jó fej hőszerelmes biztos. A romantikus hőszerelmes. Igen, a romantikus mindent megpróbál azért, hogy élete szerelmét elérje. Elérte. Mit mond az a kanos biztonsági őr? Látod? Negatív vagy. Rögtön így állsz hozzá. Miért? Mit szólnál fel egy kafelgyűzet, hogy Lajos vagyok, kívánla. Lajos. De most tényleg nagyon nézd, szabadulok. Még a Békának, vagy a Mónikának beszélj, így szereznék meg az adatait, és Facebookon írogatta nekik, hogy figyelj, tudom, hol laksz, tetszettél, bejössz nekem, beléd szerettem, találkozzunk valahol. Hát nem biztos, hogy az ember erre úgy reagál, nem? Hogy ha, milyen humor ez a biztonsági őr. Menjünk, ma is vegyünk egy sarok ülőparti túrát, nézzük meg, hogy ott van-e. Így van. Ugye? Ugorjunk be, ha másért nem egy tolseprű, olyan izgi ez az egész szitu. Igen, ebből a szempontból a paliknak azért nyilván könnyebb, mert egy pali egy nőt azért sokkal könnyebben ráz le, mint mondjuk egy nő egy nyomulós férfit. Nem? Tehát ebből a szempontból a nők hát sokkal gyenge, igen, a gyenge nő megint. Nyilván, hogy te kezdesz el kiabálni nőként, egy pasi azt mondja, hogy figyelj, bébi, nem érdekel a dolog, akkor a nők valószínűleg feladják.
kivéve az, aki hát téged akart túlszulejteni. Hát igen, ő nem egy gyengébb nő kategóriába tartozott. Ő meddig zaklatott benneteket? Ő nagyon sokáig. Most már mondhatom így, hogy benneteket. Nagyon sokáig. Aha, azért nagyon sokáig működött az a dolog. De mondom, ő nem a gyengébb nő kategória volt. Tehát, hogy tényleg azon az ajtón is bement, ami, hogy hívják kifelé, ami befelé nyílt. A végén oda jutottuk, hogy gyűrűt hozott nekem, és akkor úgy mondtam, hogy na jó, akkor itt kell. Én voltam a tanú. Nem. Igen, és engem kértek fel, nyuszoljó lányok. Igen. Egy gyűrűkjános? Igen. Föladtad nekünk a gyűrűt, és ott a parkolóban el is vettem feleségül. Nem, az egy szörnyomasztó dolog volt, és bármire nem tudsz vele mit kezdeni, közben nem akarod megbántani, de az egésztől közben rettenetesen szabadulnál, de nem akarsz rossz fej lenni, és ez nem egy napig, nem két napig tartott, ez hosszú-hosszú hónapokon keresztül tartott. Tehát, hogy az már felért egyfajta ilyen lelki erőszakkal, de tényleg, igen. Nem? Ráadásul már kiengedik a pszichiátriáról is, tudod, ez a sztori. Egyre keményebb volt a szitu. Hát az, figyelj. Volt pszichiátrián, vagy? Utána volt, de nem mindegy, nem érdekes. Erről nem akartam beszélni, mert... Mit tudsz? Na, írjátok meg nekünk, jó, hogy kivel mi történt, milyen levakarhatatlan pasi, vagy hát a pasiknál csaj, akkor azért azt is megírhatjátok, mert arra történetre is kíváncsiak vagyunk, akadt rátok, és ki volt az, akit nem tudtatok levakarni magatokról. Jó, hogy pár írnak nekünk például női gyógymasszőrök, hogy minden férfi a masszírozás után, vagy sok férfi szerelmet vall. És egy idő után ez is baromi kellemetlen, hogy te ott masszírozod, miközben érzed, hogy. Hát, hogy erősen érdeklődik. Érzed, hogy a szerelem tűze azért nagyon erősen lángolóban. Hogy csomósodik. Csomósodik az arántás. Hogy lazulna. Fél 80 pontosan várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz, pontosan 6 perc szól. Szép reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. És ugye arról beszélgettünk, hogy milyen kellemetlen az, amikor valaki úgy szerzi meg az adataidat, hogy te ahhoz nem járultál hozzá, ugye egy hölgy levelet írt egy áruház láncnak, és aztán egy szerkesztőségnek is, mert hogy ő küldött egy panaszlevelet, amire állítása szerint ugye nem kapott választ, beállt a sorba, ott egy biztonsági őr beleszeretett, amivel egyébként még nem lenne baj, vagy hát legalábbis állítása szerint ugye beleszeretett, amivel ugye nincs baj, csak aztán megszerezte valahogy az adatait, és innentől kezdve viszont érzékeny a dolog, megkereste Facebookon, ráírt, és hát randira próbálta hívni. Felmerül az emberben, ugye, hogyha elmész vásárolni, veszel egy sarokgarnitúrát, és bárki megszerezheti az adataidat, akkor arra mennyire vigyáznak. És ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, nektek volt-e olyan pali, vagy esetleg nő, akit nem tudtatok levakarni magatokról. Hát persze, lehet, hogy egyébként ez a történet ez olyan szintre fejlődik majd később, hogy mit tudom én, egy Angelina Jolie, Brad Pitt házaspár fog majd küzdeni a filmjogokért, mert ez egy gyönyörű szerelmes történet lesz, és hogy itt egy mindent elsöprő láva alakul majd ki belőle, hát de ebből hát ebből már azért, biztos nem. Ebből nem, ugye? Ebből már nem, mert itt a hölgy lepattintotta a biztonsági őr. Ja, azért, mert a biztonsági őr már az ott a másba szerelmes. Sőt, már hárommal lépett a hátszószállításhoz, és most. Most ott szerelmet, minden nap valaki beleszeret. Na itt van egy hallgatónk, Tamás, hello Tamás, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, te kit nem tudtál levakarni magadról, vagy kit nem tudod kit levakarni magáról? Igen, ez egy érdekes sztori volt. A feleségemmel, amikor megismerkedtem 15 évvel ezelőtt, akkor éppen egy vállóperes ügye volt, és egy szerdai, mondhatni ilyen tanácsadó napon elment a bíróságra, hogy hát mit kell ilyenkor tenni, és ott a helyi bíróslác hát rákasszant. Úgyhogy a következő napokban már fel is csöngetett kaputelefonon, hogy a bíró, hogy tudja ő ezt nagyon jól, hogy ő neki ezt hát nem nagyon szabadna, de hát nézze el neki, de egyszerűen a szerelem és az első látás ezt tette vele. Úgyhogy ezt akkor mi már együtt voltunk, csak akkor még egyben jártunk, de egy kicsit furcsának találta, elmesélte. Na, a dolog pikantériája tulajdonképpen az, hogy egy évre rá hát engem elkaptak gyorshajtásért, egy kicsit gyorsan mentem, és hát kiült ott velem szemben a bíróságon, hát a bíróság, aki természetesen megismert, de ugyanúgy éreztem, fel is készültem a lehető legrosszabbra, mert hát sajnos nem ez az első gyorshajtásom volt, úgyhogy én már tudtam, hogy innentől kezdve... Dupla bünti? De durva. Dupla bünti, és még mennem kell ráadásul még tanfolyamra, és utána is plusz pénzek. És még azon a héten felcsöngetett hozzád a bíróság. De hát tényleg nagyon-nagyon korrekt volt, megnézett, mi ugye fiatalok voltunk, akkor ő is azért, meg én is akkor még szerintem kezdő lett, hogy jó nagyot mosolygott, és azt mondta, Tamás, ide figyeljen.
Amit tudok önért tenni, ez is, és a lehető, tényleg a lehető legkevesebbet mérte ki rám, úgyhogy hál' Istennek nagyon-nagyon korrekt volt, úgyhogy a mai napig, amikor meglátom, akkor mindig nagyot integetek, és hát mi azóta már 15 éve házasok vagyunk, és három gyönyörű szép gyermekünk van, és minden rendben van, és nagyon-nagyon szeretjük. De ez kemény, amelyik a bíró jön, azért az érdekes. Igen. Hát abban a pillanatban, hát komolyan mondom, a gatyám, ott minden volt. Ott mindent elképzeltem, hogy mennyit fogok én most fizetni, ezért a jóisten elveszik egy évre. Biztos, hogy a jogosítványomat, mert ráadásul nem lassan mentem. De hát nagyon-nagyon pozitív volt így a lecsengése. Tamás, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Örülök, hogy beszéltél. Hello, ciao, ciao. Egy fonyódi bevásárlóközpontban történt egy biztonsági őr, aki egy picit túlihegi a feladatát, ha az üzletbe betér egy dekoratív hölgy, rögtön előjön és nyálsorgatva kullog utána az áruházba. Előfordul, hogy a parkolóba is kimegy a vásárló hölgyek után, a feleségem engedt, mert még motozásra is bevitte, mondván, hogy a gyerkőcök elloptak egy csokit. Nyilván sokat szor a tévedett. Ugye? Tehát azért ezek az érdekes dolgok, amikor ezt csinál egy biztonsági őr. Igen, ez konkrét zaklatás, persze. Én a kislányommal vittem előhívni fényképeket. Mondta a fickó, hogy kb. 10 perc, addig lementünk, leültünk egy padra, elkészültek a képek, fizettünk, távoztunk, és beléptem az IVI fiókomra, és már bejelölt levelet írt. Három gyerekes családba, kicsit megdöbentem, hogy van ilyen. Na látod még akkor, IVI? Az IVI az visszajött, csak ugye ez egy múltbeli sztori, te meg a jelenben említetted. Pizzafutár jegyezte meg a telefonszámomat, a lényegre törő SMS-eknél már csak a helyesírása volt rosszabb, és az sem segített a helyzeten, hogy a szomszédban gyakran rendeltek abból a pizzériából. A párom végül a pizzéria vezetőjével beszélt, illetve a telefonszolgáltatónál igényeltük, hogy a futár telefonszámról érkező SMS-eket és hívásokat blokkolja a mobil. Nem volt egyszerű eset kikeveredni belőle, pedig valaki csak egy pizzát akart. Ez is kemény. Kemény, nem? Ugye, amikor a pizzafutár kicsit kanos. Mindig azon múlik a dolog, hogy mennyire szimpatikus a másik, meg te éppen milyen állapotban vagy. Mert ebből nincs ügy, ha ez a hölgy egyedülálló egyébként, és őnek is tetszik a biztonsági őr, ugye? Akkor még lehet, hogy örülsz is, hogy megkeresnek. De milyen érdekes az is, hogy ugye nézőpont kérdése, a biztonsági őr akkor is hibázott volna, tehát ez tény és való, de ha a hölgy, aki jelentette az esetet, és most áll emiatt ugye a patáliát csapott, ő nyitott lett volna erre a dologra, akkor ebből nincs eset. Tehát, hogy ez mindig ilyenkor gász, hogy úristen, megszerezte a címemet. Ha megszerelem lesz belőle, van egy csomó ilyen SMS is, akik ugye összejöttek, és ma már gyerekek vannak, akkor meg gáz. Azt mondod, hogy milyen marha jó. Aha. Na, hát, de akkor is gáz persze kikérni, így megszerezni az adatokat. Igen. Kaposváron voltam gyakorlaton gyógymasszőrként, az ember a nagypapám lehetett, és az 50 perces masszázs végén megemlített, hogy még párat ráncsak rajta, és jó lesz. Rehabilitáció történt. Másik alkalommal láttam a férfi kollégának, aki tudta, mi volt fel, ajánlotta neki, hogy ő ránt rajta. Kellemetlen volt, soha többet. Szegény női masszörek, ezt nagyon sokszor átélhetik, ezt az élményt. Igen. Lakásunkat adtam ki albérletbe, jelentkezett egy csaj, de addigra már nem volt aktuális a hirdetés, utána hetekig hívogatott, hogy beleszeretett a hangomba. És kávézni hívott, miután felvilágosítottam, hogy férjem van, tehát a nő a nőt hívta, azt mondta, nem zavarja, csináljuk hármasban. Azt mondja, hogy én egy kisboltban dolgozom a szemközti telepről, a munkását egy évig minden nap óránként jött kávézni, minden lehetséges dologgal próbálkozott, hogy a telefonszámomat megkapja, vagy hogy a vezeték nevem, elmondjam, legalább a Facebookon megtaláljon, a főnökömnél is bevetett mindent. Most együtt vagyunk 2 hónapja. Na, látod? Na, mit Feri mond, így van. Igen. Vettem fel Providentet, azóta egy űrge minden nap zaklat, és megjelenik a házunk előtt. Mit csináljak? Egy hallgató. Titkárnőként telefonon szállást foglaltam vidéken a munkásainak, a szállásadó srác a második beszélgetésnél közölte, hogy szexi a hangom. Egy következő beszélgetésnél pedig árengedményért cserébe természetbeli juttatást kért. Közöltem vele, hogy áll az alkú, és az egyik villanyszerelőnk majd rendezi a dolgot. De ilyen, ez így jó. Rendben, benne vagyok, küldjük a Józsit. Nagyon odaadó. Így van. Rettenetesen. Még 6-8 konnektor is jönni. Szüleimmel voltunk vacsorázni egy étteremben, ahol a pincér feltűnő érdeklődéssel szolgált ki engem, másnap megjelölt a Facebookon, és irogatni kezdett, hogy találkozunk valamikor. Utólag visszagondolva, valószínűleg szüleim szép kártyás fizetése alapján talált rám, ami akkor elég ijesztő volt. Pár évvel ezelőtt egy dinnyárus lány minden ismerősömnek ingyen adta a dinnyét, csak hogy valami infót adjon rólam cserébe. Egyszer-kétszer hazáig követett, majd egy idő után megunta a dolgot.
azért, amikor jön utána a dinnyáruslány. Aha, nem. Te pasi vagy, és követ a dinnyáruslány. És akkor és amikor okos vagy, és odamész, hogy hát nem is tudom, hogy tudnék-e segíteni, átöl egy dinnyét. Hát igen, talán tudom az utcát, még egy dinnyem. Azt hiszem, hogy itt a, talán a Deák Ferenc utcában még egy dinnyé. Szóval 8 dinnyét is elmondtad a címet, igen. Engem egy ügyfélszolgálatos hívott fel, de nem engem keresett, mondtam is neki, hogy téves, aztán letettem a telefont. Pár perc múlva újra csörgött a telefon, ismeretlen szám, és az ügyfélszolgálatos volt ugyanúgy. Azt mondta, annyira édes, kellemes női hangom van, hogy nem bírta ki, hogy ne hallja újból. A nap folyamán még 4-szer hívott. Egyszer se vettem föl. Bankban dolgoztam, és volt egy kedves, de levakartatlan ügyfelem, hónapokig járt ügyet intézni, ő most a férjem, és van két gyermekünk is. Na, tessék. Imádom. Szandi, csak hogy legyen a másik oldal is, igen. Bátyám kasszázik Londonban. A Sri Lankai kiszemelt szép vásárlólány bevásárló kosarába Sri Lankai nyelven írt barátkozó levelet csempészett. Ezt nem értem, ezt az SMS-t, teljesen minél biztos a Laci jelölte. Igen, de nem beszéltem a nyelvet, úgyhogy nem lett semmi az egész. De az ott egy szerelmes vagyok, és később nagyon fordítottam. Tudtok róla valamit, Bart? Istenem, engem. Dohányboltban elkérték a személyem, kértem a boltból, és már is jött az üzenet a Facebookon. Igen, hogy arra hivatkozol, ott ugye a 18 évet kell bizonyítanod, és igen, erre hivatkozva elkérik a személyidet. És akkor egy perc múlva ott de, az üzi, az na, okay, ez csak véleményes. Igen, igen, tehát, hogy, és akkor leírja a nevet, címet, meg akár, tehát, hogy egy bankba elmész ügyet intézni, akkor is megkérdezik, hogy lefénymásolhatják-e az azonosító okirataidat, uh-huh, illetve a okmányaidat. És hogyha azt mondod, hogy nem, akkor nem. És akkor bemész egy nemzeti dohányboltba, és akkor szépen leírogatják az adataidat. Hát ez totál nonsens. Igen. Na jó van, köszönjük az SMS-eket. Játszunk, itt van már is egy hallgatónk, a kérdés, mit mond óram? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello! Béka vagyok, Nyergesújfaluról. Szia! Ciao, hello, Béka! Igen. Az igen, nem lehet. Ó, Béka! Hát nekem van Békám, és az, ő nem Nyergesújfalumban. Ez biztos. Ja. Igen, hogy Béka? Hogy legyen, hát, ez egy hosszú történet. Igazából akkor hagyjuk. Csúfnév volt, de... Ja. Csúfnév volt tényleg kisgyermekkorodban, és aztán rád ragadt? Nem, aztán kiszült. Nem, hogy tényleg hosszú történet, aztán rám ragadt. Aha, de rút kiskacsa. Uh-huh. Bántották, és aztán egy gyönyörű hattyú lett belőle. Igen, pontosan. De most már szereted, vagy... Hát most már rám ragadt, most már erre hallgatok legfőképpen. Uh-huh. De már megszépültél, és ezért aha, akkor már nem bántolni. Mi ez jó? Milyen szépen testi jellegzetességed volt, ami miatt rád ragadt ez a név? Tényleg hosszú történet. A Barbie-ból lett a B, az is egy hosszú történet, és mivel mindenhol Barbika vagyok, ezért mindenhol le Barbie. Hát... Ugye, ha a Barbie B, akkor a Barbika az a béka. És akkor ebből jött az logikus egész. Logikus. Hát ennyire ostoba barom vagyok, hát tényleg, hát hogy nem állt össze az a fejemben. Nem lát már úgy az eszed, mint régen. Hát természetesen Barbie béka, nincs meg. Komolyan mondom. Mivel foglalkozol, béka? Könyvelő vagyok. Az jó. Igen. Sose értem a könyvelőket, hogy mit szeretnek benne, de mindig semmi, nagyon tisztelem őket. Igen. Nem, szerintem kell, hogy szeretsz. Mindig érzed a kiszolgáltatottságot, amikor beszélgetsz velük. Egyrészt rettenetesen kiszolgáltatott vagyok, kettőt szorongani kezdek a hív a saját könyvelőm, hogy jaj, de nagy a baj, hív a könyvelőm. És hogy így a számokban elmerülni, minden jogszabályváltozást tudni, utalni, elindítani, kiszámolni, hát ez egy külön világ, egy külön univerzum, amiben ti éltek, komolyan. Szereted hát csinálni? Én nagyon szeretem, igen. Igen, ez valahogy ilyen lélekkel, tehát az ember ezt máshogy nem is tudja csinálni. Oké, Béka, figyelj, van egy van egy állatunk, egy híres emberünk és egy tárgyunk. Állat. Állat? Igen. Nem nehéz. Rövidnek tűnik. A kép. Igen. Na figyelj, indítjuk az órát, fél perced van, óra elindult. Rádam gély. Mi a vége? Rádam gély. Jég, rám, jég, micsoda? Rádom, nagyon rádom, szép állat. Jégmadár. De jó, hát ügyesek a hallgatói már ebben a játékban. Közben mondják itt a többiek is az irodába. Csak itt kicsit készik a rádió. Rádom G, ugye ez volt, és ez jégmadár. És igen. Azt hiszem talán csak egyszer mutattuk meg, úgyhogy megvan az ajándékcsomag. Köszi szépen.
Köszi szépen, srácok. Na most, hogy kiengedted a levegőt, érzem, hogy elengedtél. Most kezdesz megnyugodni. Igen, igen. Hányan drukkoltak neked? Hányan vagyunk? Kérdezz a könyvben, aki a számok világában ér. Jó. Jó, van, köszi srácok, már nagyon rég akartam. Köszi, örülünk. Köszi, sziasztok. Csáó, szia. Szia. Többen kérdezik, hogy cuki a hangot, kiadhatjuk-e a számodat. Hívjátok Annát, hogy vannak az adatok. Mindent a hallgatókért. Na jó, van, ez is megvan. Nem elfelejteni, hogy van még egy konyhás játékunk. Ugye 1 milliós álom konyháért is harcba szállhat majd valaki. Most még nem mutatjuk meg az effektet, de később igen. Úgyhogy tessék figyelni. Vállalkozó szellemű háziasszonyokat keresünk, akik mindenféle gátlásukat levetkőzve mernek bátran hangot utánozni. Imádtam a tegnapot. A tegnapi zseniális volt. Én nem is tudom már mit utánozott. Ja, mosógép. Zseniális volt, ugye? Igen. Vízfelszívás. Az mindent vitt. Igen. Szenzációs volt, egy régi hajtómosógépet kellett utánoznia. Úgyhogy lesz majd egy effekt, azt kell felismerni, megírni az SMS-t. 300 000 forint értékben adunk ugye kisgépet, a bekolyó voltából és 700 000 forint értékben pedig megszerelik nektek a konyhát. Olyat vágattok, olyan labból, olyan színből, amit akartok, rózsaszín, piros, sárga, zöld. Ki mit szeret? Ki minek egy rózsaszínnél megremegne a lábam, de ha te ezt akarod, igen, akkor nehogy azt válaszol a béka. Na, úgyhogy nem sokára jön majd a játék. 8 óra után pedig vendégeink lesznek, ahogy már mondtuk, reunion, ugye, hogy szépen mondjuk. Egyesítjük újra, és meghívtuk magunkhoz a régi Z+-os műsorvezetőket, és kicsit mi is meglepődtünk, de mindenki nagyon könnyen kötélnek át, nagyon kedvesen jött, és sikerült egy napot szerezni, valaki dudált kint a felüljáron, sikerült egy napot összeszervezni. Úgyhogy 8 óra után Zsup, Lilu, Nagy Sanyi, Filip, itt lesz nálunk. Ja, és mi régi lesz a kezdődal? A 8 óra utáni kezdődal? Hát jó, hogy mondod, hogy menjünk vissza 1997-ben, 98-ban. Magyar vagy külföldi, tessék? Magyar. Magyar? Magyar legyen, akkor már. Akkor legyen magyar. 97-et írunk, 98 körül vagyunk? Igen. Jó. Igen. Oké. Okay. Egy jó kis 97-es. Jó, rendben. Készítettek a legrosszabb. Azt nem mondtam, hogy jó lesz. Egy szóval nem mondtam, hogy jó lesz, csak azt mondtam, hogy 97-es lesz. Na, úgyhogy régi Z+-os műsorvezetőkkel beszélgettünk. Ákos, híre jutam. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és hát mivel mással, mint egy jó baby sister set, egy jó atya, úristen. Illetve mondjuk azt, hogy baby sister set. Baby sister set, igen. A jó talán. Egy jó kis Rád gondolok című dal, ami egyébként 1997-es, 97-es, 98-as, így van. Megőrültek értük annak idején. Tehát azt nem tudjuk, hogy az ének tudás vagy egyéb volt-e a vonzó csapatban, de... Hát ott volt minden. Ott van, van, aki énekelni tudott, van, aki szép volt. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, mondjuk, hogy mi a helyzet az utakon. Máté Szalka végén mérik a haladókat, Gabi küldte nekünk, valamint a csepeli szabadkikötő út kifelé beállt, aki tud kerüljön, Dávid 94 írta. 10-es út rosszabb, mint valaha, mindenki figyeljen, valamint M7-es Budapest felé a Kápolnás nyéki lehajtó előtt tele a pálya kisebb-nagyobb fém hulladékokkal, úgyhogy az is balesetveszélyes, figyeljen mindenki, valamint Véda van Újfehértó belterületén a 4-esen. Szürke Skoda Fábiából Nyíregyháza felé mérnek. Köszönjük szépen. Na, nekünk pedig itt vannak vendégeink, a reunión, ahogy már napok óta fogalmazunk. Annyi mikrofont kell beadni, hogy mindenkit benyomkodunk itt szépen egyenként. Megérkezett hozzánk a régi, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen kezdeti Z+-os gárda, ugye, kis kivétellel Zsú, Lilu, Nagy Sanyi és Fili. Hello! Hello! Hello mindenkinek! De szót most mondtad utoljára, remélem. Hát nem volt ez olyan nagy ereget. Igen. Én hogy azt néztem, hogy nézünk. Vagy mindenki festett, vagy csak a Filip őszül. Köszönöm. Vállalja. Így van, de eltelt 25 év és a haja még mindig tart. Gyerekek, Filip sérója. Ott parkeltem tényleg. Filip sérója tökéletes. Még
mindig, egyébként hosszú-hosszú évek után, még mindig. Néha rásírtatok finoman a fodrászomnál olyan 3-4 hetente merem csak megkérdezni, hogy kis kopaszodás, rizkulás, hullás, és mindig mondja, na menj fenn. Más szokott mondani, csak nem szeretnék újra a YouTube videót szálljálni. Valljuk be szintén, hogy a Filipnek a frizőre ez pont ugyanolyan titok a magyar médiában, mint mondjuk Trütkoé. Tehát, hogy soklak, hogy. De várj, ez nem egy sapka, tehát ez igazi. Figyeljetek, csak volt az első találkozásoknak, volt egy ilyen meeting, hogy kinek mi legyen a neve, mert én ezt sose értettem, ezt a Lil, a Filipet. Volt, ezt kitaláltátok? És te miért nem kaptál? Az a Balázs is trend. Az a Balázs annyira nyomorult, hogy maradjon úgy. Balázs miért nem kapott? Mert a Balázs egy vállalható név, de én Ildikó Magdolna vagyok. Érted? Az egy VJ-nek az mi? VJ Kálmán. VJ Kálmán. Nem, az erős lett volna, azért vagyunk. Kálmán és Magdi. A Filipnek volt egyszer egyébként egy olyan ötlete, hogy én legyek VJ Bunny, mert hogy ugye az én vezeték nevem az Nyúl, és akkor így azt mondtuk, hogy hát azt talán nem, és akkor így jelentkeztem, hogy... De ezzel később viszont felnőtt filmezni tudtál volna. De nem erre a kategóriára gondoltunk akkor, és akkor így mondtam az akkori vezetőknek, nem lehetnék, hogy a Zsuzsiból az elejét tartsuk meg, hogy Zsú, és akkor mindenki, nagyon jó, szuper, és akkor így ez így rajta. De nagyon beleszólásunk nem volt, tehát akkor azt kellett csinálni, amit mondta. Most ennyi idő után el kell áruljak valamit, tehát a Leventével, Málnai B. Leventével, aki akkor a vezérigazgató volt, és akivel annó mi együtt kezdtük ezt az egész tévét csinálni, én hosszasan győzködtem, hogy téged Kevinnek. Kevin vagyok a megállóban. És én nem tudom, hogy maradhattam Balázs egyébként. Tehát nem, egyszerűen nem emlékszem. Iszonyú mázlid volt. Iszonyú mázli volt akkor, igen. Én hordozom öreg asszonykoromig. Hát ezt soha nem veszed. Igen, de hát Sanyi, te is tiltakoztál az Alex névelen nagyon sokáig. Hiába protestáltam, hiába. Ugyanis egyetlen egy érve volt a szóban forgó Leventének, aki ugye akkor a főnökünk volt, ő azt mondta, hogy hát nagyon jó a Nagy Sanyi, mert én egybeírva kisbetűvel én ezt szerettem volna. És soha az életben nem hívott senki Alexnek. Nem, csak gondolod, de hát Alex az egy írszetterhez méltó név szerintem. Egyébként lehet Lexinek becsézni. Hát én így lettem 3 évig Lexi, és az volt a döntőért, hogy hát nálunk, tudod, Alex, mert ők már akkor így konzekvensen így hívtak, nálunk ezek a nevek jöttek be, mint Jeanette, Betty, Philip, és hidd el, hogy az Alex legalább olyan European is trendy. Igen, ja, akkor jó, imádta, ezt nagyon szerette. Egyébként sajnos nem sokat tudunk beszélgetni Sanyival, mert ma forgat egy Opel Bontóban is. De egyébként még egy mondat a nevekről, hogy én akkor már Filipként voltam képernyőn, mert 94-ben volt egy Top TV nevű zenecsatorna, úgyhogy ez már ott elkezdődött, sőt már korábban. De ja, te mindig kilogtál egy picit a sorból, tehát hogy azért is figyeltek ott, és azért is volt veszélyben nagyon Zsú ezzel a Báni névvel, mert hogy a Filipre mindig úgy nézett le, mert hogy ő már tévézett. Akkor a Filip számított, amikor mi kezdtünk, a Filip számított a nagy öregnek, mert már Top TV, ugye? 3 vagy 4 év Top TV. Magyar TV, minden volt. Magyar TV, már minden megjárt. Igen, te még szoborral csináltál interjút, hogy menjen Balázs. Igen. A castingra emlékeztek, hogy kit hova hívtak castingolni? Vagy kinek mit kellett csinálni? Én rád is emlékszem. Te emlékszel a castingon? Én emlékszem rád, Balázs, mert mi a Timár utcában voltunk castingon. Egy akkori SZDSZ-es művelődési házban. Így van. Már most kezdtem. Akkor azt hagyjuk. És új telefonszámát elkérte Kunce Gábor. Mert pont a magasság megvolt. És emlékszel arra? Emlékszem, hogy rengetegen voltak, és leültem egy helyre, és volt egy kisebb társaság, ott volt egy ilyen nagy szőkefejű gyerek, aki mindig mindenkin röhögött a haverjével együtt, és akkor kiderült, hogy ez a srác, ez valóban nagyon tehetséges. Hát akkor még nem. Akkor hát még, igen, akkor még azért. Csak látta bennem. Tehát, hogy egyszer nem lehetett nem észrevenni téged, ezt akarom csak mondani, hogy úgy nagyon kitűntél a többiek közül, hogy... Én egyáltalán nem emlékszem rád. Hát jó, nyilván. Igazi lódi! Nem baj. Utána egyre inkább beégtem az emlékezetembe. De Balázs, nem úgy 20 évből csak magára emlékszik, hogy ezt nevet magadra. Nem, utána pár éjszakát együtt töltöttünk Táncreakció címén, nem tudom, emlékszel. Úristen, igen, majd erről is beszélünk, hogy kinek mi volt a legborzasztóbb forgatása. Igen, a felére, a forgatások felére Zsú is emlékszik, a másik fel az, mert valahogy Sanyi, neked volt casting, lehelettel később jöttél, ugye? Hát én lehelettel később jöttem, de az biztos, hogy amikor indult az E+, hogy a jó
jól emlékszem, akkor volt egy ilyen országos plakátkampány, amiben felhívták azoknak a srácoknak és fiataloknak a figyelmét, hogy akikben volt egy ilyen kis affinitás, hogy esetleg most betörhetnek a világot jelentő deszkák, és jöhetnek. Én is elmentem a szegedi fordulóra, onnan tovább jutottam a budapestire, de ott az első 50-ből kipontozottam. Én egy ilyen meglehetősen furcsa kurfival jutottam el az épluszba, de eleinte én szerkesztő voltam. Erre még talán emlékszel is, mert még a megállódat is szerkesztettél fél évig. Még mi is dolgoztunk együtt. Sőt, mi is dolgoztunk együtt az épusz inváziában. Igen, Sanyi szerkesztőként került oda, és aztán később lettél a műsorvezető, mi együtt voltunk az utcákat, és forgatunk megállót. A Jani helyére kerültél? Te tudtad, ki a Jani? Dr. Pék Gyula volt az értelmi szerzője annak. Hogyha már a Janitól megvált a cége, nem tudom, akkor milyen rosszát tettél a tűzre. Sokat, nem volt sok rossz vált. Nem volt. Jó sokáig lobogott az a mágia. De megörököltem tőled utána. Mint Filip mágia. Mi a házhoz jöttél? Igen, tudtad, hogy ezért jössz, nem? Egy kicsit. Szóval egy kurfi volt. Hát igen. Arra emlékeztek, nem tudom mennyire van meg, hogy amikor mi fölvettük a Viva első bekonfiát, a nagy közös beköszönünk a nézőknek, 9. június 27-én, azt 3 óráig vettük, és soha büdös életben nem került adásba, annyira rosszak voltunk rajta. Belépett Filip, jött Janett, jöttem én, mondtuk hosszú hónap vagy órákon keresztül, és aztán lement az Ákos klip, szülők otthon várták, hogy mikor jelenik meg gyermekük, és nem került adásba, arra emlékszel? Ugyanis mi kezdőként annyira bűrosszak voltunk, hogy azt mondta a csatorna, hogy nagyon jó volt, 3 óráig vettük, nem merték adásba tenni, és azzal technikus tettünk alkoholistává. Nem merték elindítani. Később bosszút is álltak, de ebben most nem megnyilván. Ne beszélünk majd arról is, igen. Ugye nekünk közös műsorunk is volt, amit nem tudom, talán a Sanyi ötlete volt, amit akkor nagyon szerettünk. Azon, a vaktöltény? A vaktöltény, igen. Az a te ötlet, az a Sanyinak az ötlete nem volt. Nem a címen. Igen. Igen. Is köszi. Hát én figyelj, de mindannyiunknak jó volt. Ez mindannyian benne ültetek? Igen. Okoskodtunk, figyelj, mindenki okoskodott, ez tök jó volt. Igen, és egyébként szerintem nagyon jó volt így utólag végig gondolva, mert szerintem egy kicsit jobban megismertük egymás gondolatait, meg úgy egy csomó mindent kibeszélő show volt. Egy jó szakmai gyakorlat volt szerintem. Ültünk ilyen gumifotelekben, és arról szólt, hogy vasárnap valaki hoz egy témát, és a többiek pedig megvitatják. Hát ez hol rosszabbul sikerült. És a gumifotel mindig eresztett valahol. A gumifotel eresztett már a végén, és talán a kispesti... Igen, gazdag voltak, meg kameratépek az oldalán mindenhol. Igen. A kispesti tévében vettük, arra emlékeztek? Igen. És hát nagyon, nagyon mélyen szántó témákat szolgáltunk. Halljuk be. Igen. Megcsalás vagy kitartás egy életen keresztül úgy. 19 évesen, 20 évesen. És nem is tudtátok, hogy egy nagy évű pályának az alapjait raktátok le később, ami a Balázs Show-ba torkollottak. Megcsalás vagy nem csalás? Elhagyja vagy nem hagyja? Vajon Lajos igazat mondott vagy se? Igen. Az akkori Z-plusz tervező, aztán kevesen tudják, egy padlástérről ment. Azért erről beszélhetünk, mert mindenki úgy képzelte el, hogy valami hollywoodi stúdióban forgatunk. Prima TV, ugye mellett egy Galambóc utcában egy padlástérről, ahol az elején nem volt klíma, és azért az ugye júniustól augusztusig azért itt viszonylag nehéz volt. Azért volt mindenki vékony, mert kiizzadt a nyáron. Igen. És az első fél év nem szólt másról, csak hogy ilyen összekötő szövegeket kellett mondani. És nem voltak élőadások. Nem volt élőadás. Éveken keresztül nem volt semmiféle élőadás. Nem mertek senkit élőadni. A stúdióban egyébként Jani volt az egyik legprofibb ebben, már akkor is teszem hozzá. Igen. Hogy szövegeket kellett írni olyan klipekhez, amelyeket nem láttunk. Tehát olyan általános, átkötő szövegeket kellett mondani, hogy mit tudom én. Úgynevezett generic linkeket írtunk, de ilyen 200 számra. Igen. És János ontotta ezeket, ugye felkonferáltál egy klipet, hogy utána 3 klip lemenjen, de nem tudtad, hogy milyen, és ezt mindig nagyon általánosan kellett mondani. Semmi konkrétum nem volt benne. De egy konkrétum volt. Zúzda! Ez jó, a félzenék olvasztó tége! Visszatérve a Prima TV-re, illetve a Galambóc utcai stúdióra, azért az az előnye megvolt mindenképpen ugye a férfi szerkesztőknek, meg ugye a műsorvezetőknek, hogy ugye a Kovinak az utómunkája is ott zajlott. A Kovi filmek utómunkája is ott volt, igen. És mindig, amikor így elmentél a stúdiumot, és balra benéztél, akkor így be, láthattál egy nagyobb adagot, hallottad. Mondjuk Michelle Vine-nak a munkásságából. Hála jó is. És volt még egy jó, hogy koedukált volt az öltöző, ami egyben sminkszoba is volt. Ahol reluxa volt, és hát a Jani többször kaptok azon, hogy amikor a Lilu vagy a Zsú éppen a adásra átöltözött, akkor véletlenül ott állt. És ja, te vagy benne, Betű, bocsánat.
Erre nem is emlékszem, hogy te leselkedtél. Tényleg? Azóta is. Jó, azóta is. Kinek volt az első műsora, amit csinált a tévében? Az, akkor egy Z pluszon. Amit, ugye voltak közös műsorok, voltak egyéni műsorok. Lilu, te mit csináltál először? Nem tudom, én annyira rosszul voltam, hogy engem mindenből kivettek. Úgyhogy, valahogy bejutottál, oda kerültél, majd mindenből kivettek. És aztán, utána, amikor már a küszöbén voltam annak, hogy eltanácsoljanak, akkor találta ki a PR, hogy legyen a Mizu is. És akkor, a Mizu is egyszer csak elkezdett működni. Nekem az volt az a műsorom. Lilut beraktak egy díszletbe, és ilyen tini küldözgettek neked. Tele volt gumicukorral, plüssállatokkal, és én tini küldtek csomagokat, ugye? Hát ez ilyen volt. Kis junior kányakata volt. Meg leveleket. Igen. A levélírókról majd később. Igen, slágerlistát is. Igen. Plüss figurákkal, amiket aztán később Sanya saját műsorában szexuális az zavar. Igen. Felgyújtott és molesztált. Így van. Igen, és Sanyinak volt egy olyan időszak azért, amikor a kreativitását elég fura módon éltek. Nem is értem, hogy tűrtek meg ott. A gyerekek. Akkor ez egy szabad televíziózás volt. Akkor nem volt. Hol lehet? Cserkelés az életem. Igen. Tulajdonképpen kicsit mindenki azt csinált, amit akart. Ennek a melléktermék, hogy fent van az interneten. Álmok futottunk, kísérleteztünk a nézőkön, nem is nagyon mondták el nekünk, hogy mit csináljunk, nem is tudtuk, nem is volt akkor még semmiféle szaktekintély, aki idejött volna. Nem gondoltuk végig, hogy ez benne lesz a tévében. Tehát ennek nem volt egy legalábbis. Kivéve Filipet, aki nyilván idősebb volt és tudatosabb, 6 fiatalt kiengedtek az utcára egy kamerával, hogy csináljátok, amit akartok. Nem volt TV2, nem volt LTL, nem volt valóság sok. Tehát egy diszkóba fölnyomtad a lámpát, hogy táncreakciót forgatsz, 8-an akartak megverni, hogy takarodjál el innen. Mi történik, és miért van kamera, és miért van fejlámpa? A gyerekeken a táncreakcióval annyi fület láttam közelről, mint egy fülorgégész. De tényleg, tehát 3,5 éven keresztül minden péntek, szombat, mennyit este. Sírtál, hát, hogy már hány srácnak van meg a popimnak a nyoma a kezébe, azt nem tudom, de hogy így a végén... Egy generációnak. Tényleg biztonsági öröket kellett mellém látni. Már az akkori stábon belül, vagy a nézőkkel ki tudta a kamarodásra, hogy mi történt? Tehát, tényleg ez egy nagyon-nagyon nehéz szakma volt egyébként, így 3,5 éven keresztül péntek szombat éjjel bulizni. Emlékszem egy esetre, hogy 3,5 órán keresztül ültem egy sörös rekeszen, és fáltam DJ-s Tervizgit, mert éjfélkor kész volt az adás, de még nem mehettünk haza. Nem jött, igen. Úgyhogy voltunk olyan diszkóban, nem váltam azóta. Voltunk olyan diszkóban, ahol lisztes lett a lábunk, mert egy malomban volt a diszkó. És ott kellett eljátszani, hogy mekkora buliban vagyunk, és milyen jó hangulat, és közben másik oldalon meg már csinálták a kenyeret reggelre. Ekkora buli, gyertek ide az ország legnagyobb buli. Milyen lisztes a lábam. Most már ezt nem lehetne megcsinálni, mert tech biztos, hogy lépne. Ahogy meglátták az adásban. És a Beach House-ban ilyen nappal, tehát ha volt ember, ha nem, és hát eleinte nem nagyon volt ember, és ott igen, is a megjeleneteket kellett forgatni, úgy, hogy nem volt rajtunk kívül senki. Igen. Csak a DJ meg különböző színes fények. És azért a kritikusok sem voltak egyébként túl könnyörületesek. Én emlékszem, hogy az első megjelent cikk az E-pluszról. Azt hiszem, egy Seres Lászlónak a tollából született, akkor már akkor is egy publicistának számított, és elég jónak, és végén mindenki szépen sorra vett, és akkor kisebb-nagyobb hibákról valahogy így értekezett, de amit külön kiemelt, hogy a Z-plusz legnagyobb problémája Vadon János. Igen, én vagyok a legnagyobb problémája az E-plusznak. Csak egy picit így vissza is vettem, mert hát ugye nálunk már az elején leesett az XI. Ez az után volt, amikor megírta a Kacsa magazin, hogy Z-plusz Balázs a fiúkra hajt? Igen, volt. Még ment a Kacsa magazin, kettő darab cikk jelent meg, az egyik a Z-plusz Balázs a fiúkra hajt, a másik, hogy Z-plusz Balázs és Lukács Máté angyali melegsége. Hogy engem láttak hajnalban, az akkori angyalbárból kellett ki engem kisöpörni, és láttak ott különböző férfiakkal. Igen. Sanyi, még mindig úgy vagy a telefonomban, hogy Z-plusz Balázs. Tényleg? Ez kedvesen nyilván. Sebestjén egyébként. Lehet, hogy egyébként már eljött az ideje. Igen. Mikor voltunk mi így utoljára együtt? Én nem is emlékszem annak az apropójára, hogy mikor gyűltünk így össze. De úgy 1000 éve nem láttam, tehát így mi tulajdonképpen 100 000 évvel ezelőtt. Nem? Nagyon-nagyon soha. Régen. Soha. Tehát mióta tulajdonképpen mindenki kirepült. Egy Z-pluszos összeröffenés. Mondjad, Sanyi? Volt egy Z-pluszos összeröffenés. Volt valamikor egy ilyen Z-pluszos vívás összeröffenés 5 éve, vagy lehet, hogy 10 éve. Te miért mentél el? Téged kirúgtak, vagy te magadtól mentél el? Lejárt a szerződésem. Nagyon jogos a kérdés. Nem emlékszem tényleg, hogy mi volt? 2005-ben lejárt a szerződésem, és én akkor már szerintem én akkor már kezdtem egyébként így tehát én kezdtem akkor már így a végét járni, úgy érzem. Megmondtad az összes szépkorú kolléganőnek az aklatását.
Nem, nekem elég volt, őszintén szóval elég. Már meg volt mindenki. Már minden, igen. Tovább kellett élni. Nekem elég volt. Már nekem volt elég volt, őszintén. Tehát akkor azt mondtad, hogy elég, és nem tovább. Sanyinak már az első percben elege volt az egészből, mert azért azt valljuk be őszintén, hogy Sanyi volt az, aki mindig egy picit olyan értelemben kívülálló volt, hogy mindig elmondta, hogy ő többet, ő jobbat, ő mást akar csinálni, állandóan csovált a fény. Mit keresít? De ez úgy volt, hogy belépett a Galambóc utcába, és ez onnantól kezdve. Mit csinálok én itt? Itt én tele nekem vagyok ötletekkel. Nem emlékszem arra, amikor a gyártásvezető szaladt utána. Ne, Sanyi, gyere már vissza, tényleg, ez, csak ezt az adást még vegyétek fel. Csak ezt az utolsó. Elmentél adásról, tényleg mondtad, hogy eddig és nem tovább. Nem emlékszem. Te nem emlékszem, de nem csoda, hogy nem emlékszem rá. Mindig kész volt. Mindig kész volt ettől a helytől, meg ezektől a zenéktől. Akkor teszem fel a kérdést, hogy miért tartottak engem ott 3 évig? Ezt szerintem ők se tudták. Ugye? Figyelj, én nagyon élveztem egyébként azt a szabad asszociációs improvizációt, amiben néha tudod a mozaik oktatási stúdióba fent a Galambóc utca emeleti stúdióban, amiket el lehetett követni, és senki nem kontrollált, nem volt feedback egyáltalán, és senki de tudod, miért nem kontrollálták, mert nem értették, hogy mit beszélnek. Nem is tudták, gyerekek, egy védőnő volt a gyártásvezető asszisztensé. Tehát azért azt mondjuk el az elején, nem tudom, emlékeztek arra, hogy olyan szinten szabadon televízióztunk, hogy álltunk. Bea volt, talán. Így van, és egy védőnő volt eredetileg. Emlékszel rá, Filip? Ő volt a gyártásvezető asszisztensünk. Tehát mi a Sanyival azon versenyeztünk hétvégén, hogy ki ér oda előbb hétvégére elvinni magának a céges autót. És mindig az nyert, aki előbb odaért. És mindig hivogattuk egymást, hogy ki hol van. Én már a Móricon vagyok. Én, aki előbb odaért, volt, az kapta meg a céges autót, mert bárki elvihette a céges autót. A fehér Felicia. A fehér Skoda Felicia. Ez amit összetörtetek. Amit én aztán rommát törtem. De igen. Szarvas Laci is megigazította néha az oldalát. Egyébként Szőr Szarvas Laci. A profizmusról annyit, hogy nem csak, hogy a védőnőről emlékezzünk meg, hanem Szarvas Laci egykori kollégánkról is. Akkor kiváló szerkesztő volt egyébként. Picit néha be volt lassúva, de és úgy éreztük, mint a vízilabdások, csak ő nem lent vett fel két alsónadrágot, hanem fent vett fel két pólót, mert annyiszor volt, szőr volt a testjére. Igen. De van ez egy sztori, hogy mennyire lassú volt. A legemlékezetesebb közös munkánk vele szintén a Beach House-hoz kötődik. Egész nap vártuk, hogy a világsztár Sheryl Crow végre interjút adjon nekünk, hogy elkaphassuk legalább 3 mondatra. Vártuk órákon keresztül, Szarvas Laci megy belassulva nézegetett, mert mi van, Laci? Azt mondja, elmennék, ennék valamit. Van jó rétes vagy itt a sarkon. Laci, menj. Egyet, csak gyere vissza gyorsan. Csak gyorsan gyere vissza, mert bármikor jöhet a Sheryl Crow. Laci elment, ebben a pillanatban belibben Sheryl Crow, megcsináltuk az interjút vele. Sheryl Crow elviharzott, majd a Laci egy ilyen kedves buktával, vagy nem tudom mivel a kezében, hogy vissza, tényfergett, azt mondja, te nagyon jó a bukta, és mondom, ez remek Lacikám ma meg, de hát sajnos a Sheryl Crow közben állnak. És akkor így nézett, tényleg? És olyan jó volt? Mondott valami jót? Persze mondott. Szóval, hogy volt egy diszkrét amatőrvája ennek az egész. Az egész televízió, csak hogy értsétek, nagyjából ebben a szellemben készült. Tehát így indult, így állt hozzá mindenki, a műsorvezetők nem, mert minket akkor így vittek és csináltak, amit kellett, de a műsorkészítők, a szerkesztők, szóval, hogy nem nagyon. Egy fakultatív óra a gimiben. Az, és mindenkinek ugye megvolt a saját külön kis világa, tényleg. Sanyi is sértődős volt, én is állandóan megsértődtem, hogyha az egyébként, hogy 200 ember által ismert metal bandáinak a klipjét nem adták le. Főmosor időben egymás után 4-szer árotációban. Így van, volt ilyen, hogy beszaladtam ugye Juditnak, talán Juditnak hívtak zenei szerkesztőket. Bementem hozzá, és kikértem magamnak, hogy az Ikont nyomják orba szájba, és mondom, hogy berontott, és beroltam, hogy az Ákos, igen. És mondom, nem igaz, hogy ezt Ákost állandóan le kell adni, és szevasz Ákos. És ugyanis benn volt nála a mester, és ugye bementem éppen kikérni magam, de hát számtalan ilyen volt. Lehet, a Juditot utána szegényt kezelték hetekig, amikor csak egy-egy ilyen klipet bemutattál neki, hogy mit szeretnél lejátszani. Igen. Hosszú évekig engem is nyomasztott, hogy reggelente hagyjunk rockzenét, tehát azért ezt így átérezhető dolog. Engem egyébként szerkesztett a Jani. Komolyan? Szeretném elmondani, hogy a Alter Ego című műsorban valahogy a diszkó mellett az alternatív zene is megtalált engem, ennek mondjuk kicsit azért jobban örültem bizonyos szempontból, és a Jani szerkesztett engem, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy rendkívül precíz szerkesztő volt, tehát ő volt az, aki mindig pontosan megírta a szövegeimet, visszakérdezte ízét, tehát hogy ő nagyon-nagyon precíz. Igen, mert a Levente számára semmi ellentmondás nem volt abban, hogy a VJ soha a büdös életben nem hallott még egyetlen olyan zenekarról sem, amikor a klipjeit napról napra, hétről hétre konferálgatja fel. Igen, de Zsú ezt nagyon hitelesen próbált elő
előadni, úgyhogy nem nagyon ismerte az előadókat sem. Ezt láttuk a konfokból, ugye? De számukra ez nem derült ki, meg hát a nézők számára. Senkinek semmiféle fogalma nem volt az emberről. Azt ismertük, akivel személyesen találkoztunk. Igen. Én arra emlékszem, hogy már mindenhol más, mindenki máshol volt, ilyen 2002-2003 környékén. Te már TV2-ztél, te már elmentél RTL-ezni, te már Filip belefolytál valami egészen másba, Sanyi már csinált mást, és én hívjuk ott egészen álltam. Másnak. Ez egészen más, ezt tetszik. Ez nagyon PC. Mondhatnám, hogy te már akkor ott voltál a Kossuth téren. És számoltad, hogy hányan vagy a nulltál. És álltam, és mondta a Prigulat, hogy menjek megállott forgatni. És már mindenki másról volt, és azon gondolkoztam, hogy a büdös életben nem fog engem innen elhívni soha semmelyik csatorna, és mennem kellett éppen, nem tudom, valóban megállott forgatni. És te akkor már mind kirepültetek. Egyébként mindenkinek voltál valami más. Nem, de hamarabb, te Balázshoz. Nem, te kezdtél. Igen, Zsú is már ment a TV2-re, és én arra gondoltam, hogy soha senki nem fog felhívni, és soha sehol nem fogok ellenni. Beültem a stábuszba, és elmentem megállott forgatni. Durciból el kellett menni megállott forgatni. Igen. Jani, aztán téged is kirúgtak, ugye? Be, nem, én kirúgattam magam. Tehát én azért elég sokat tettem azért, hogy ne dolgozzak az étbusznál. Igen, tehát nem volt egyszerű, mert gyakorlatilag 3 utolsó esélyt kaptam. És a folyamatos fizetés megvonással gyakorlatilag a negyedére. De egy idő után te fizettél be? Tehát, hogy mert voltak olyan szabályok, hogy aki kiesett a hétfői értekezletről, az 5 percenként nem tudom, 15 ezret levontak. Igen, igen, egy pontot túl szerintem a Jani konkrétan hozta. Igen, ezt próbáltam meg kompenzálni az ellopott üdítő mennyiségét. Én is részvényese voltam azért, tényleg. Lopott valaki más is rajtunk kívül? Mert mi 2 dolgot csináltunk, más kódjával mindig telefonáltunk, azt nagyon szeretük. Azt mindenkinek volt egy kódja, mert csak úgy lehetett telefonálni, mi lenyúltuk a kódokat és telefonáltunk, illetve Jánosan nagy mennyiségben loptuk ki úgy az üdítőitalt, mintha nem lenne pénzünk egyébként megvenni. Ilyen centrum szajtrogba mentünk a másfél literes kólás fantás üvegekkel, úgy a port alatt elsúnyog, hogy senki ne lássa. Most hallom először, de miért nem szóltatok? Nem tudom. János kezdte el kilopni, és aztán valahogy ez nekem is megtetszett, és ilyen ezeket a nagyon cukros, szénsavas vackokat vittük ki nagy üzemben. Mi a portán, mit tudod? Mi a portán, mit tudod? És mentünk, és 2 hatos pakkal, tudod, így görnyedte. Megbeszéltük, hogy Jani megy elől, én szorosan utána, de nem értettem egyébként, és azóta tudom, hogy miért csináltuk. Tehát meg tudtuk volna venni, nem volt finom, se, nem is adtuk el, csak jó volt ki. És jött a Málnai, lemente az E-plusz vezérigazgatója, és mondta, hogy nem érti, mert olyan gyorsan fogy itt az üdítő, és hogy nincs már a cégnek ennyi pénze rendelni. Igen. Ezek mind mentek. Ilyen nagy dobozokban vitték. És nagyon kínosak voltak, tényleg Imre volt bent, hogy Imre volt a legendás kapus, és két ilyen, Jani, kell hallod, fiam, most ez egy csodás élőt, ezt meg kell hallgatni, hogy gyere már, nem most, Imre, nem most. És közben nagy üzemben loptad az üdítőt. Írja egy hallgató, hogy valljátok be az E-plusz osztálytalálkozót, azért hoztátok össze, hogy Filipnél feltűnés nélkül lobbizzatok a frekiért. Úristen, gyere vagy! Nagyon jó, nagyon jó. Erről beszélünk, hogy közeledik a november, tudsz adni egy-két telefonszámot, Filip. Tényleg ez milyen lenne? Én nem olyan rossz srácok, Anti. Én most voltam benne náluk, ezek halál aranyos gyerekek, a légynek nem ártanak. Ha, igen, valamit. Megnéztem az épületet belül, és bejutottam, főnök. Az egész egy filmet nem ér az a pont. Na jó, tartunk egy pici szünetet, jó? 8:30 pontosan 2 perccel Z plusz reunion, ez a témánk továbbra, és ha van kérdésetek a műsorvezetőkhöz, írjátok meg nyugodtan, vagy hogy nektek mi az első 1997-98-as Z plusz emléketek, ki mire emlékszik, küldjetek nekünk az SMS-eket, mi pedig jövünk mindjárt, Ákos híre jutam. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Z plusz retro adást tartunk, és hello! A műsorvezető kint bandáznak. Ketten vagyunk Ferivel. Gyerekek, óriás sztorizás van kint. Marha jó egyébként a hangulat, csak ezt benn kéne adásban csinálni, tudjátok? Mindenki kint maradt, mert mindenki annyira örül mindenkinek, hogy mindenki kint sztorizik. Mi meg Ferivel itt éppen. És Alex, és itt van Zsú, és érkezik Lilu, és Kálmán, ja nem. És hello, drágák, gyertek. Mert valahogy mindenki, itt is vagyunk mindenki bent. Na, megy kint a sztorizás, mi mindenki mindenkivel. Kikinek nem volt szimpi? Ki mit gondolt a másikról, amikor először láttátok egymást? Mert azért ott mondjuk el, hogy azért mindenkinek volt egyfajta véleménye a másikról, egyszer csak összetereltek engem ott bennünket. Filip. Tessék, téged utálta Filip? És igen, de aztán és szerintem az mai napig.
Ezek az idők nem múlnak el soha. Nem, hát figyelj, ott egyszer csak összetereltek bennünket, de hát ott is volt egyfajta szimpátia, vagy az, hogy kevésbé szimpatikus valaki. Nem? Jó, hát a báró úr részéről mindig volt egy kis távolságtartás, tehát hogy azért tényleg, ugye Filip tényleg egy nagy öregnek számított, igen. És ő azért nem mindig vegyült. Igen, Filipet azért... nagyon külön kezelték, igen. Tehát ő volt a tévés, a profi és a top tévés, és mindig minket beültettek. Mi pedig a hordásról. Igen, neki mindig volt egy ilyen plusz tartása, amiről azt gondoltuk, hogy ez egy fajta... De az nem a mellénytől van, mert most is ez... Nem, össze van messzesedve néhány csigolyája már gyerekkorban. Aztán egy közös öltözésnél rájöttünk, hogy fűzött hordás. Emiatt. Szóval csajok, a ti se szimpatizáltatok mindig egymással, nyilván a lányok rivalitás, 20 évesen persze, de ez egy alaphelyzet volt. Én kitutált, nem, olyanról nem beszélünk, aki nincs itt. Aki, tehát van, aki kitutáltál. Mi egyébként a ő ma Dubajban van. Nem. Úristen. Ott van? Király. Nem tudom. Simán lehetne. Igen. Na, volt egy videoklip, amikor is a nyár sztoriát kellett nekünk leforgatni, és abban szerepeltünk erre. Például emlékeztek? Ez a nyár sztoria volt, az Animal Cannibal zenésítette, írta a szöveget, mi pedig szerepeltünk a klipben. De azt tudod, hogy volt, hogy arra kértük a nézőket, micsoda promóciókat eszeltünk ki 98-ban, gondoljatok bele, hogy írjátok meg, hogy mi történt veletek a nyáron, és a legjobb sztorit az Animal Cannibals dalba önti. Igen. És ebből lett a nyár sztori, amit valahol hűvösölben én arra emlékszem, hogy a Alex, bocsánat, a Sanyi Supermannek költözött, én aztán vadász voltam. Nem én akartam, higgyétek el. Mindenképpen mondta, hogy te ebből semmit nem akartál. Engem nyúlnak öltöztetek. Most annyira kellemetlen az egész, hogyha valaki most a YouTube-on megtalálja. Én egy fél évvel vagy egy évvel ezelőtt a gyerekeimnek megmutattam. Nagyon kellemetlen. Zsú, meg én kiránduló pár voltunk egyébként, nagyon jól mutattunk együtt. Már azóta sem változott. Titeket az Isten is egymásnak teremtett. Ez egy nagyon kellemetlen dolog volt, de szerettük, tehát akkor azt kellett csinálni, igen. Nem? És nem volt döntés, hogy az ember beöltözik, nyúlnak, vagy nem. Ott azt mondták, hogy akkor te leadászteszel, így nyúl leszek. Vagy hát igen. Igen, Sanyi akkor is olyan kirobbanóan kreatív volt, mert lógott egy fának az ágáról, és lengett. Ez az egy, amit ő akart. Ez ő akart. Nem vagyok benne biztos. Én azt a jelmet sem annyira akartam tőle. Volt bármi az elmúlt 20 évben, amit akartál, Sanyi? Semmi így alakult. A Z plusz logóval ellátott Superman jelmezt, azt konkrétan nem szerettem volna, és az meg azt hiszem, hogy az akkori főszerkesztőnk ragyogó ötlete volt. Igen, neki az akkor nagyon tetszett. Ha már Z plusz, akkor Superman. Te legyél Superman, igen. Én annak idején Sanyi miatt néztem a Zene TV-t, Cserkelés az életem forever, írja valaki. Mm-hmm. Sanyi, józan voltál a műsorok alatt, kérdezi. Nem. Is. Balázs és az inváziókon. Az inváziókon, amikor az Orsi dalát reppeltük és énekeltük. Igen, volt egy Z plusz invázió, amikor 97-ben bevezették a csatornát, az arról szólt, hogy megszálltunk városokat, és ilyen esőkabátot osztogattunk, nem tudom, és végén, az este végén a diszkóban. Igen, mi felléptünk. Még most is árulom őket a vaterám. És oda nem érkezett meg Tunyogi Orsi, vagy ott nem tudták elénekelni, és ott egyszer csak nekünk kellett reppelni. Nem, egyáltalán nem. Hát ez folyamatosan miattuk elő. Nem is hívtuk őket, nem, hogy nem érkezett meg. Hát nem. Jó, hogy ez nem hát egy produkciónk volt, nem. Hogy miket hát a lányok okáloztak a háttérben. Igen. Atya úristen. Vannak dolgok, amiket érdemes lenne elővenni. Hát nem gondolom. Majd előveszi más. Elővettek már olyanokat, amit szintén nem lett volna érdemes, de ebben nem menjünk be. Igen. Hát, de sokan kérdezik egyébként, erről is lehet beszélni. Zsú Balázs, a táncreakcióban mennyire voltatok betintázva, kérdezte Dávid. Akkor nem, az nem annyira. Volt egy-két alkalommal, nem, nem ott maradtunk. Nem az imás volt akkor a Nem. Nézzétek, egy jó vendég mindent elfogad, amit a vendéglátó kínál, nem? Hát az muszáj volt, mert nem tudtunk ellene. Nem sértheted meg őket. Abszolút, igen. A Döröskei Stranddiszkóban Vasmegyében emlékszem, DJ-ként dolgoztam akkor, Zsuval és Balázsral találkoztam, mentem szólni nekik, hogy ők jönnek. Az öltözőben Balázs zselészte a haját, Zsu pedig tartotta a tükröt és rám szólt, hogy Balázs nem szereti, ha ilyenkor nézik. Ez biztos, hogy igaz ez a sztori. Utána egy nagyot bulisztunk, Zoli küldtek. Ez egy szép történet volt, igen. Gyönyörű volt. És találkoztam egy tetoválás srác, aki annak idején a Szigeten dolgozott kint, Krisznek hívják, mind a mai napig űzi az ipart. Egy Udo koncerten futottunk össze, és ő mesélte, én nem is emlékeztem már rá, hogy egyszer Balázsral együtt bementünk hozzájuk forgatni valamelyik ilyen irgalmatlan régi szigeten. És Balázs bement és intézkedett, és azt mondta, hogy és akkor innen, és akkor jó, és akkor felveszünk, és akkor ilyen, és mondták neki, hogy
figyelj srác, ez egy munkahely, mi itt dolgozunk, erre Balázs megsértődött és kiment. Én meg ott maradtam magyarázkodni. Mondtam, a Jani elviszi a balhét. Na, szemben, így van, és meg ott maradtam, hogy ezek ilyen rocker vagy, én tudom, hogy srác, például bocsánat, elnézést, nem mondjátok el senki. Már akkor tudtam, hogy kire kell rányomni. Zsú, te azóta mivel foglalkozol? Mert talán rólad hallunk azóta a legkevesebbet. Igen, nekem a televíziózás az így néha visszatér, néha eltűnik az életemből, de én egy B2B kommunikációs... Miért aggregátorral megy az áramot? Nem, ilyen formában. Nem ilyen formában, de akár lehetne aggregátorról is, mert hogy pont abban a kerületben lakom, ahol te az erdő mellett. És nem, tehát hogy én egy B2B kommunikációval foglalkozó zöldipari szaklapnak vagyok egyébként egy menedzsere. És hát az én, tehát maradtam valamennyire a média területén, de inkább print és online dolgokkal foglalkozom, és nagyon szeretem azt a témát, amivel foglalkozik ez a zöldipari szaklap, mert hogy fenntarthatósággal, megújuló energiákkal, hulladékhasznosítással, ilyen jövőbeni dolgokkal foglalkozunk. Igen. Egyébként igen. Komolyan. Tehát ugye egy kerületbe jöttök, hát János is ott élnek. János a joghurtos dobozokat gyűjti, külön a fóliát, külön a dobozt, és a valaki hozzányúl, igen. Nyalogatva tisztán, igen. Egyszer se köszönöm még rám a szelektívnél egyébként. Lilu, te most vagy valamilyen csatornánál? Sándor, te meg valahogy az autós műsorokat találtad meg, és ez már neked egy ilyen életpálya, nem tudom, hogy hogy, de hosszú-hosszú évek nem óta. Nem hogy az életpálya, igazából ez, ez egy gyűlölő. Nem, én ebben úgy látom, hogy... Mindenki azt gondolom, hogy minden gyűlölök a világon. Én ebben úgy látom, hogy te jól érzed magad. Igen. Jól érzem magam, mert nagyon jó emberekkel dolgozom együtt. Nekem annyira a média, a tévé az már nem annyira fontos igazából. Tehát rájöttem arra, hogy van egy csomó műfaj, amiben én nem vagyok jó, ezért nem is kell erőltetnem. Annyi szép foglalkozás a világon szoktuk mondani. Én másik szakosodtam teljesen. Tehát de mert azt láttam, hogy ezekben az autós műsorokban viszont jól érzed magad. Jól érzem magam, mert jó a stáb, jó a stáb. Meg egy alapvetően én a hát ha már ennyire szétdohányoztam a hangomat az elmúlt 25 évben, akkor nyilván valamit ezzel kezdeni kezdett, és én erre szakosodtam. Tehát én a hangomból érek. De alapvetően útkereső vagy. És egy nagy útkereső, nem? Gondolom, nem útkereső vagyok, most már én a helyemen vagyok. Igen? Igen. Megtaláltad? Igen. Cserkelés az életem. Szabadúszó vagyok, és én ezt akartam világ életemben, szabadon tudok élni. Igen, az a legfontosabb. Amikor Alex konferált először Ukrin Benedeket, 10 percig nevetünk, írja nekünk. Zatinak köszönhetjük, mert Pucz Attila egy szerkesztőnk, ő volt az, aki felfedezte Ukrin Benedeket, és így a köznek gyakorlatilag én pedig az izében több mély interjút is készítettem. Ukrin Benedekkel, Pucz Attilának köszönhetjük. Ezek megvannak. És akkor ilyen komoly műsornevek voltak, hogy Izé, azt talán te kezdted el. Ugye Izé Filizével emlékeztek? Ezt erre? Izé Filipe, minden harmadik nap Ákos volt a vendég valamiért, ezt akkor nem értettem. Hogy nem, gyerekek, hétfőn be volt szerdán megint, mert már mit csinálnak? Komolyan mondom, én meg a bestiákkal, meg a Baby Sisters interjút. Suba, Subához, Guba, Gubához, tehát a régi három naponta Ákos interjú. Hát Ákos értettük, hogy megkapcsoltad az Isten zé. Bementél a stúdióba, benéztél, ja, csak megint Filip beszélget Ákossal, ha változatosság kedvéért. Hosszú volt az életünk, tehát fel kellett dolgozni. Igen. Te most éppen hova indulsz, Lilu? Mit keresel? Szibériába mész? Ezt hallottam. Én megyek, igen, vasárnap reggel Szibériába. Atya Isten. Hmm. Ott is van kit egyesíteni? Igen. Ott is lakik valaki? Igen. Vélet, őtkor nem féltékeny? De szerintem feldolgozza. Három nővért fogunk összehozni, akik nem látták egymást 40 éve. Három nővér, ez valahonnan ismert. Ugye? Igen. Na? Igen, gondoltam, hogy te ebbe bele tudsz kapaszkodni. Igen. Csak ide elkerült kérdezt, hogy nem volt meg senkinek stábon belül. Tudom, tegnap ezt kérdezte a szerkesztő, aki hívott. De a harmadik név után abba hagytad. Nem, tudod, mit kérdezed? Hogy ti a Balázzsal sosem voltatok együtt? Hogy nem jöttetek össze? Kicsit mondom, ez nem merült fel. Jó, de mondom, miért a Balázs mondott valamit, ami erre utat? Nem, csak így kíváncsi voltam. Mondom, jó, nem. Hogy nem. Úgy összeillettetek volna, ezt is mondta, nem? Nem volt meg senkinek? Hát, vagy nem? Nálam nem volt. Filip, csak miután kiderült, hogy apám MSZNP tag. Sok mindenki kavarodott össze azon a munkahelyen sok mindenkivel, de lehet, én valamit nem tudok, de azt hiszem talán a műsorvezetők nem nagyon. Volt, hogy műsorvezető mással, meg szerkesztő műsorvezetővel, de műsorvezetővel szerintem Zsú nagyon hallgat. Igen. Nem, tényleg. Nem. Voltak olyan pillanatok, hogy egy-egy műsorvezető szerintem súrolta a határát egy-egy műsorvezetővel, de nem. Konkrétan ez sosem. Zsúnak többször súrolták a határát. Zsúnak többször súrolták a határát.
Én is de olyan, hogy műsorvezető szerkesztővel annál inkább. Tehát ott azért voltak nagy átmenetek. De valahogy műsorvezető nem lőtt műsorvezetőre, sose értettem. Nem, itt nálunk miért? Nem volt ilyen. És milyen érdekes egyébként, hogy ettől függetlenül azért többünknek ugye a párja mégiscsak, vagy a gyerekének az anyja, apja, az mégiscsak ebből a szakmából került ki. Tehát az én gyerekem apja is televíziós, ugye Linu. Enyém is, igen. Te ugyanúgy mondasz megdöbbentő dolgokat, Zsú, mint 20 éve. Hirtelen igen. Mindig lesz. Nem tudlak követni, aztán sajnos a műsorból nem lett semmi, csak egy gyerek. Na jól van, hát sajnos eljárt az időnk, igazából 10-ig tudnánk élményeket beszélni, csak ugye nekünk reklámblokkunk van, úgyhogy mi nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Rövidebbnek érzi az ember. Most olvasom, Balázs őszintén megvolt, Lilu? Igen, hát Lilu őszintén megvolt, Balázs. Erre próbáltak fel is. Jövő héten folytatjuk ugyanitt. Jövő héten folytatjuk az E-pluszos videókkal a második fejezettel. Jó, mi nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük. Jó volt látni, olyan volt, mint egy osztálytalálkozó tényleg. Úgyhogy reméljük, hogy a hallgatóink is élvezték. Puszi nektek, köszönjük szépen. Ne feledd a frekit novemberben, jó? Okay. Mondj egy-két jó mondatot. Hármas ugrás játszunk már is, illetve mutatjuk a beugrót egy hallgatóknak. Ez a beugró hármas. Ja, hihetetlen. Akárhányszor találkozok vele, Filip, mindig jobban teljesít. Hello, Frankie! Most vége! Így van. Na, mutatjuk, jövünk még ki, mindjárt csak egy másodpercünk van. A beugrót mutatjuk. Újra! És mivel kezdődött? Hogy intéztel, Filip, hogy Ákos legyen? Nem. Hogy intéztel, hogy Ákos legyen az elején? Igen. Ahova beteszi a lábát, abban a pillanatban megszalad Ákos. A hármas ugrás beugrójának Ákos van az elején. Na jól van, hát nagyon sok kérdés még, drága hallgatók, ne haragudjatok, nem tudtunk mindenre sort keríteni, itt egy műsorvezetőzés jött még sok-sok kérdés, majd lehet, hogy 100 év múlva egyszer csinálunk még egyet, és akkor ezeket meg tudjuk válaszolni. De tényleg annyi történet van, hogy az ember nem is tudja, hogy mit kérdezzen. De egészen fontosan. Kedves hallgatók, azt írja, hogy Lilu igazán megkeresheti Broker Marcsikát. Egyébként annyit utazik, gyerekek. Hallott, csak összejött valahogy. Valahogy csak beleakad, igen. Na jól van, helyesek voltak. 5 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a játékkal, és az 1 milliós álomkonyha játékunkkal Ákos irejültem. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel itt vagyunk, és a drága Z-pluszos műsorvezetők elmentek, hát helyesek voltak, aranyosak, nagyon. Eleve, hogy bejöttek, hogy hagyták, hogy leszervezzük őket, hogy mindenkinek jó volt az időpont, szívesen jöttek, nagyon nem is kellett variálni. Azt hittük, hogy azért melósabb lesz leszervezni ennyi ember, de mindenkinek volt kedve. Jó volt, nem, Jani? Tényleg nagyon jó volt. Nem is tudom, mikor voltunk utoljára így együtt, talán valamikor a Z-plusz vége felé. Így együtt azóta nem volt olyan rendezvény, mindenkivel találkoztunk máshol. De együtt szerintem együtt, Zsúval, Filippel, Sanyival nem voltunk nagyon régóta. Nézem pont a képet, amit készítettünk róla, már fönn van egyébként a Facebookon. Nyilván meg fogja valaki írni, felesleges, hogy Jani tudta megint ki mellé kell állni. Ki mellett állsz? A Zsú mellett, meg a Filip mellett. Jó, igen, nagyon jó. És egyéb csodák is történtek fotózás közben, de azt nem tesszük fel. Igen, de helyesek voltak. Hát akkor még azért tényleg egészen más idők voltak. Akkor indultak a kereskedelmi tévék, a kereskedelmi rádiók is igazából, kis túlzás. Nyilván akkor ment egy-kettő, ugye. De hogy szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon senki nem tudta, hogy mit kell csinálni. Az igazából. Egy labor volt, egy kémia labor, mindenki öntögetett össze mindent, hogy nézzük meg ezt a műsort ezzel az emberrel, mi lenne, hogyha ő ezt csinál, ő meg ezt, őt így hívják őt meg. Tehát ez egész ilyen kísérletezgetés volt. Tehát aztán abból sok szép karriert kinőtte magát. Hát igen, volt, hogy lementem Miskolcra, vagy Pécsre, és konkrétan ott, hogy ki kellett szabadítani a Széchenyi téről, mert 3-4 ezer ember jött le azért, hogy klipet küldjön, mert hogy akkor ez nem volt egy megszokott dolog. Ma leraksz ide egy kamerát, és mindenki elmegy mellette, mert már senkit nem érdekel. Hát ebben már egy generáció fölött szocializálódott való világ, stb. Hát már tényleg nem nagy szám. Lementünk Miskolcra, és nem tudtam kiszállni a buszról, és egy szobornak a tetejére mászattak föl, hogy menjek föl, mert hogy ami nem lett volna baj, csak mire leértünk Miskolcra, nagyon sok pezsgőt ittunk, és ezért viszonylag nehezen tudtam felmászni a szobornak a tetejére. Széchenyi téren pedig utána egy könyvesboltba mentünk be, és oda vártuk meg, ami kicsit oszlik a tömeg, mert hogy konkrétan berántott úgy a tömeg, hogy leszakították rólam az esőkabátot, és az volt, hogy így elsodrottam a szerkesztőtől, és vittek. Tehát
Tehát, hogy Miskolcon volt egy olyan elköszönőnk, annyian voltak, hogy ugrottam a szoborról be a tömegbe, így köszöntünk el. Tehát annyi ember akart akkor klipet küldeni. Hát ma már kimész, hogy küldj egy klipet, máshol van az inger küszöb. Picit nehezebb, bár azt hiszem, a megálló azóta is megy egyébként. Tehát minden idők egyik leghosszabb televíziós műsor. Én azt hiszem, hogy még megy a Viván a megálló, igen. Vagy legalábbis egy-két évvel ezelőtt még ment, és az 97-ben indult, tehát lassan egy 20 éves műsor. Hát ablakból nem volt ennyi. De tényleg. Úgyhogy jó kis időszak volt, igen. Na, gyorsan mutatjuk, vagy mondom, hogy mi helyzet az utakom. Azt mondja, hogy az M35-ös 82-es kilométerénél fotóznak, ha van ilyen, remélem. A 10-es út ismét áll az Osantól Pest felé, oka az ürömi körforgalom, valamint az Egér út is beállt. Legyen mindenki türelmes, Gutka 76 küldte nekünk. Máté Szalka végén az Opályi felé haladókat méri Gabi üzeni, valamint a Csepeli Szabad kikötő út kifelé beállt, aki tud kerüljön, Dávid 94. Egyébként nem sokat változtak a műsorvezetők, nem? Tehát nem. Filip ugyanazzal a kis visszafogott eleganciával, szép bársonycipőben lépett be a maga kis kivértségével, jól fésült hajjal, a zsút tulajdonképpen ugyanúgy néz ki. Pár köbcentivel több. Azt nem tudja. A Filko? Filip, nekem régen hosszasan beszélt Filip segimplantátumról, de mondtam, hogy Filko szerintem ne tedd be. De akkor úgy látszik, betetett. Vagy ha igen, akkor két volt, mint egyszer, mint a két oldal. Igen, én azt látom, hogy valami mindenki a helyén van, meg jól nagyon vannak. Nem? Vannak. Tényleg jó volt őket. És Sanyi egyébként, Sanyi se változott gyakorlatilag. Sanyi nem. Semmit. Ő habitusban is ugyanaz. Sanyi egy nagy kalandor. Egy nagy életművész, de őt ezért szeretjük. Egy szabad lélek egyébként, és én ezért kedveltem őt. Na, akkor mutassuk meg az effektet, nem? De. Mert hogy mindenki arra vár, hogy meglegyen az egymilliós álomkonyhája. Ketten vannak már a kalapban. Ketten vannak már, így van. Hát egyre kevesebb az esély, nagyon kapaszkodni kell, szerintem, és hát mindenképpen van értelme a dolognak. Egymilliós álomkonyha nem gyenge dolog. Bizonyám, ugye miről szól a játék? Háziasszonyok jelentkezését várjuk. Ha valaki esetleg nem főz, de jelentkezik, nem baj. A lényeg, hogy nő legyen. Ki kell találni ugye egyetlen egy effektet, és utána adásban majd egy általunk választott háztartási gép hangját el kell utánozni. Egyelőre a tegnapi játékos vezető. Igen, nem? Hát zseniális volt. Ő ugye a régi felültöltős Hajdú mosógépet kapta, és hát zseniálisan hozta. A hangot, a centrifugálást, mindent. Nagyon ügyes volt. Ugye a két legjobbat pedig pénteken újra összeengedjük, és akkor eldöntjük, hogy ki volt az ügyesebb, ki volt a jobb, és valakinek odaadjuk az egymilliós álomkonyhát. Ehhez viszont van egy beugrónk, méghozzá egy hang, amit nektek ki kell találni, hogy ez mi lehet. Egy kicsit nehezebb lesz, jó? Figyeljetek, mutatjuk. Gyerek Eszterga? Ez a rész mi? Ez olyan, mint a Millennium Falcon hajtóművel leáll. Pop-torisznyó. Igen, most az a kis lehalás az igazából. Aha. Nincs jelentősége, segítek. Ja, tehát nem abból kell beazonosítani. Mi lehet ez? Ez a kérdés. Jó? Ez egy háztartási. Aha. Háztartási eszköz. Nem krumpli nyomó, az biztos. Az biztos, hogy nem. Jó? Írjátok gyorsan az SMS-eket, Szala már el is küldte nekünk, köszönjük, merő kanál. Nagyon jó. Így előre, Szala. Nagyon jó, imádom a humorodat, így van. Ez egy merő kanál, jó megfejtés. Fenőkő. Köszönjük, kísérlező, igen, jó, hogy elküldett, köszönjük szépen. Mi van a vasárnappal most, akkor megyünk már vásárolni, vagy nem megyünk vásárolni? Mondjátok el nekem, hogy mi van. Én úgy hallottam, hogy még nem. Hát nincs meg még a szabályzás, mert most az van, hogy mi újra kell írni az egészet. Hogy plusz pénzt kell adni, önkéntes sem el lehet-e vállalni, vagy nem lehet elvállalni, plusz ha megvan az engedés, akkor magának az áruháznak kell kitalálnia azt, hogy ezt most hogy tudja megoldani. Hogy berántod azonnal azokat az embereket, akik 7 napot dolgoztak, vagy veszel föl új embereket, tehát hogy minden. Nyilván ők sem voltak erre felkészülve, persze. Erre a hirtelen kinyitásra, nem? Elindult egy ilyen kinyit ki előbb verseny, tehát senki most nem egyik hiper, olyan hirtelen jött ez az egész. Most egyik hiper beelőzi a másikat és előbb nyit, hát akkor az a brutális haszon, nem? Hogy az egyik nagy hiper nincs nyitva, viszont a másik igen. Tehát egykoron egy időben kellett bezárni, most viszont elindult egy kinyit előbb verseny. Bizony. De ezen a hétvégén ez még nem reális, nem? Lesz, nem? Ugye, nem hogy ezt gondolom, hogy nem tudják megoldani. A sportáruház jelezte, hogy ők azonnal tudnak nyitni, hogyha az összes többi viszont azt mondta, hogy köszönjük szépen a lehetőséget, de erre föl kell készülni. Tehát a nagy boltok mind ezt mondták. Mondom, egy olyan bolt lánc van, aki azt mondta, hogy ha most vasárnap már lehet, akkor ők nagyon szívesen nyitnak.
Uh-huh. Úgyhogy akkor ne rugdásodatok a Bennyvel a fotocella sajtót a hétvégén. Vár még a izé csaptelepfel egy hetet. Nem, most kicsit beleragadtam ebbe a szerepbe, hogy én, aki vasárnap egy plázában bojong a családdal és kampányolt a vasárnapi nyitvatartás mellett. Csaptelepen, csaptelepen akarom! Tehát nekem ez nem erről szólt, vagy nem csak erről szólt, ezt én sokszor elmondtam, mert ti is hallottak egy ilyen sipoló hangot? Egy ilyen nagyon finom pici sipoló hangot? Igen? A laptopom? Sipol? De mi a ventilátor motor beleszól? Nem, Zsül, kérlek. És? Zsül. Hogy még nem szereled éppen. De közeledő és egyre hangosabb, mert akkor menjünk ki az udvarra és nézzünk föl. Ezt találjátok ki, ez lesz a holnapi feladat. A laptopomban a ventilátor picit meghalni látszik. Na, de nem is ez a lényeg. Szóval, hogy nekem nem az volt a baj, hogy nem mertek vasárnap plázázni. Jó, egy kicsit, kicsit beletoltál ebbe engem, akik a kéz a kézben megy a gyerekkel vasárnap, és belefutunk a csaptele boltba. És belefutunk a boltba, tehát nekem nem ezzel volt a bajom, csak hogy ugye az ember hadd mehessen akkor, amikor szeretne. Ugye? Tehát inkább a szabad akarat az, ami engem zavar. Annak a korlátozásán. Igen. Tehát mondd, de mondj nyugodtan. Értelek benneteket, én picit azon fejjel próbáltam gondolkozni, hogy akiknek viszont meg ott kell ülni, tehát a kötelező az ott ülés. Jó, van nekik, nem kell csaptelep, ott van egy egész tó. De miért? Mi van a pincérekkel, mi van az éttermi dolgozókkal, mi van azokkal, akik hétvégén is dolgoznak. Tehát én nagyon sajnálom őket, és remélem, hogy a bérpotlékot ugyanúgy megszavazzák. Jó. Csak itt arról van szó, hogy van egy kisebb tömeg, akinek vasárnap be kell menni, és tényleg együtt érzek velük, és az biztos, hogy nem jó. Nyilván valamiért ők úgy döntöttek, hogy a kereskedelemben dolgoznak, ehhez értenek, ezt tanulták, de egy sokkal nagyobb tömeg menne viszont szívesen vasárnap. Tehát én nem ellenük vagyok. És mi egyszerűen velük, hogy megengedhessék, hogyha akarsz vasárnap, tehát ez a nyomakodás szombaton, én ettől te megőrültél. Ugye mi van azokkal, akik egyébként hétköznap nem tudnak elmenni? Szombaton tudtam cipőt megvenni, bevásárolni, hát ez egész egy kínszenvedés volt. Én Budaörs környékén lakom, figyelj, szombaton ott megbénult az élet. Az nem, hát nem normális. Ott ugye a nagy Ósan, Tesco, Kika, hatalmas nagy hiperek, ugye aznap megy mindenki. Aha. Nem tudsz rendesen bemenni a városba, úgyhogy ne állnál fél órát mondjuk a Mész Diósról vagy Érről, mert megbénul a forgalom. Mi van, mindenki szombaton megy? Hát úgy évtizedekig nem volt vasárnap bolt, és szombaton délben bezárt a bolt, és mégis mindenki meg tudott venni. Igen, de utána olyan évtizedek következtek, amikor meg már volt, és akkor ehhez igazítottad az egész életet. Igen, de most én csak gondolkozom. Persze. Egy kicsit, érted? Hogy a mi volt olyan, nem volt antibiotikum, mégse halt ki a föld, de azért most bevesszük. Szóval én értem ezeket a hasonlatokat, érted? De most ez azért Baltával, 300 évig nem voltam, mérjük, mégsem haltunk ki. Most se kell antibiotikum. Most faragtuk meg ezt a sztorit, de értelek. Szóval azért, mert volt valami régen, hát hozzászoktál ahhoz, hogy mehetsz. De tehát, hogy arra próbáltam célozni, hogy többet vásárolunk, mint annak idején. Nem, csak eloszlik ugye két napra ugyanaz az ember tömeg, és ezáltal nyugodtabb, vagy kiegyensúlyozottabb, vagy nem stresszelsz azon, hogy minden szombaton kell megvenned. Van egy fél vasárnap délután, hát szerintem azok, akik azt mondják, hogy de jó, hogy újra tudok menni vasárnap, azok azért nem plázában rohangáló, elhízott anyukák, apukák, kövér kisgyerekkel, akik egész nap izé vanília csokit nyomnak a fejükbe, és izé eszünk be, sajburger, gyere ödönként, de már nem vagyok, és megösszed azt a megcsikent. Megvan véve, és talán még bemegyünk a játékterembe, és ott még végignézed, hogy apád izé dob kettőt a izé Tomcat flipperbe, tehát hogy, nem ezt gondolom. Nem? Van ilyen is benne, azért valljuk meg, hogy mondjuk a budapesti családok egy részének ez a hétvégi program, hogy elmegyek plázázni, ezt konkrétan tudjuk, hogy ez létező, de az igény meg jogos, igazad van, aki akar, az menjen vasárnap is, csak Nektek rosszabb ez? Étteremben? Nem. Aki étterembe jár, az nem fogja erre fölcserélni. Tehát aki azt mondja, hogy a vasárnapi ebédemet én eddig is étteremben ettem meg, az nem fog. De olyan van, aki azért azt mondja, hogy én eddig vasárnap nem tudtam, és bementem, hogy gyors étem, viszont nem tudok, hogy valahol nincs itt a pláza, akkor viszont elmegyek és eszem ott valamit. Tehát, hogy... Hozzátok be lehet venni a vasárnapi ebédet, és ott elfogyasztani? Persze, ott helyen történjen? Úgy, hogy megveszed, persze, a plázában megveszed kínai ízésoron, behozott hozzánk, vagy veszel egy gyroszt, nagyon szívesen adok azt. Tányértevő eszköz. Azt is, tehát neked igen, hát nagyon köszönöm. Neked igen. Hát ez van, látod, ti is dolgoztok vasárnap. Persze. És mi a helyzet például a papokkal? Na jó, de ő azért dolgozik, hogy te tudjál misére menni. Nem, én például ismerek olyan cukrászatot vezető ember, aki elmondta, hogy valószínűleg ez nekik például nem annyira jó, mert nyilván, ha vasárnap nem tudtál elmenni, akkor bementél, vettél a cukiba két dolgot, és egy nagyobb forgalom átterelődött oda így, hogy bárhova mehetsz, így lehet, hogy mondjuk nem mennek be annyian a cukrászdába. Ja, igen, ezt is lehet látni, hogy én is tapasztaltam azt például, hogy cukrászdákban megjelentek olyan nem kifejezetten cukrászdákra jellemző termékek is, mint mit tudom én, lekvár, kenyér, friss pékáru, stb., hogy egy picit nyitottak abba az irányba, amit ugye ez a kereslet diktált. Aha. És ezek a termékek meg lehet, hogy el fognak megint tűnni ezekből az üzletekből, nekik jó volt ez.
De hát... És mi lesz például most a benzinkutasboltokkal? Ugye egy bizonyos áruházlánc oda tette át a székhelyét. Na ez egy érdekes kérdés, hogy ugye berendezkedtek el, és mindent vehetsz már egy benzinkutasba. Bemész, és tényleg olyan, mint egy kis shopba. Hát szerintem az most már úgy maradt. Hát azt nem fogják visszacsinálni. Igen, meg az egy olyan kényelmi faktor. Tehát szerintem van egy csomó olyan ember, aki azt mondja, hogy talán mit tudom én, azért, mert időt akar spórolni, hogy megtankolok, és akkor megveszem azt a néhány terméket. Azért ezekben a kis üzletekben mindent nem lehetett megkapni. Azokat a termékeket, amiket így napi szinten mondjuk használsz, mert nagyon sok tartós fogyasztási cikket nem, de tejet, tejfölt, mit a fűszereket, apróságokat, igen. Szerintem azok megmaradnak, és jól is teszik, mert szerintem nagyon praktikusak. Én szerintem ez úgy korrekt, hogy legyen nyitva vasárnap, és akit vasárnap beosztanak, az kapjon egyfajta olyan, nem tudom, bérpótlékot, bármit, amivel neki azt díjazzák, megköszönik, hogy ő azért vasárnap is bejön. Tehát ne kötelezőszerű legyen, hanem valamilyen juttatás formájában kapják meg azok, akik mondjuk vasárnap nem tudnak pihenni, vagy úgy döntenek, hogy ők mondjuk vállalnak egy kicsi plusz pénzért több munkát, és akkor mondjuk vasárnap bejönnek. Tehát valahogy legyen a vasárnap egy picit tényleg bérpotlékkal kifizetve, és akkor azt mondta, hogy ez egy jó megoldás. Na jól van. Hívjuk a nyertest akkor, jó? Csörögjünk rá, és mondja el, hogy mit hallottunk, illetve aztán adunk neki egy hangot, és azt utánoznia kell. Megnézzük, hogy mennyire bevállalós. Hívjuk a nyertest. Halló! Az utolsó utáni pillanatban, Morning Show, hello, Jani, Feri, Balázs, szia! Jó napot kívánok! Hello, tegeződjünk szerintem, jó? Szia, Anita vagyok. Anita, hello, hát itt sokkal jobb, hello. Anita, hol hallgatsz minket, merre vagy? Hát a munkahelyemen, Győrből. Azért voltál ilyen óvatos? Uh-huh. Igen. Igen. Nem számítottál rá, hogy téged választunk? Nem, egyáltalán nem. Mit dolgozol, Anita? Mit dolgozol? Hát egy elektronikai cégnél a raktárba. Nincs is szebb, mint egy elektronikai cégnél a raktárban hangot utánozni. Nincs is annál szebb. Hogy álltok konyhaügyileg? Mi a helyzet a konyhátokkal? Felújítás van? Felújítás nincsen... ráférne, az igazság. Komolyan? Elég régi már. Na, hát tudod, mi a nyeremény itt? Hát igen, 1 millió forintos konyhabútor. Bizony. Minek örülnél leginkább? Mi az, ami nagyon kellene, mondjuk ha a kis gépeket nézzük, mit tennél be szíved szerint? Te, mint háziasszony, mi az, ami a legnagyobb segítség lenne? Hát mosogatógép, tűzhely. Tehát tulajdonképpen minden. Igen. Nulláról újra húzni. Szép sütő, tehát nulláról az egész konyhát újra kellene építeni. Hát igen, az jó lenne. Jól van. Oké, Anita, na. Tudod, hogy mi a feladatod, ugye? Tehát mi megdolgoztatjuk a háziasszonyokat, mert az, hogy valaki elküldi a feladványt, az nem elég. Mit hallottunk egyébként? Azt mondd el nekünk, hogy szerinted ez mi volt? Botmixer. Így van, ez egy kézikeverő botmixer, így van, sokan elküldték nekünk. Ez egy ilyen kézi turmix gép, amit így fogsz, és akkor aprítasz vele, keversz vele, így van. Ez egy ilyen botmixer jellegű kis történet volt. Oké, na, ez megvan. Viszont hangot kell utánozni, mert hogy az egymilliós áramkonyhát csak úgy lehet megnyerni, ha az általunk adott háztartási gép hangját te jól utánzod. Mármint a botmixer hangja? Nem. Meg volt. Dehogy is. Igen. Mi mondunk neked egyet, úgy, ahogy a tegnapi hallgatónknak a mosógépet, és aztán ugye ő hozta a centrifugáláshoz, hogy lassul a mosógép, minden nagyon ügyesen hozott. Így van. Mennyire vagy jó hangutánzásban? Hát nem nagyon. Igen, azt hallom rajtad, hogy meg vagy kicsit illetődve. Hát igen, meglepődtem, nem számítottam rá. Hát tekintve, hogy ez a harmadik nap, hogy arra igen, nem számítottam. Azért az mindig benne van az emberben, ez egy játékra, hogy visszahívják. Hát, tehát igen. Arra azért lelkileg fel kell készülni. Vagy ezt most csak te úgy elküldted? Igen, csak úgy. Ezt itt hallgattam a rádiót a munkahelyemen, és akkor... megismertem. Én amikor kitöltök például egy lottószelvényt, kifejezetten igénylem azt, hogy kihúzzák a számaim. Igen. Én nem töltöm ki, és mégis nagyon mérges vagyok, hogy nem nyertem. Kicsit csalódott a beszélni tudomásom. Szombat este mindig rohadt csalódott vagyok. Oké, Anita, na, te főzöl egyébként, tehát háziasszony vagy? Főzök, persze, igen. Mit csinálsz jól? Mi a kedvenced? Mit szeret a család? Mit szeret a család? Hát általában ezeket a régi magyar ételeket eszünk, megmondom őszintén. Töltött káposzta, töltött paprika, pörkölt.
Jaj, de jó is. Jól főzöl? Jól főzöl, vagy csak? Jól főzök, igen, igen. Munkahelyemre is szoktam hozni, úgyhogy... Tehát az asztali áldásnátok az nem egyfajta imádkozás, hogy legyünk túl. Mondjuk el az asztali áldás, valahogy esünk túl, anya meg itt főzött valamit, te jó Isten. Hogy bennmaradjon. Az jó Isten, hogy eltő legyen. Na, helyileg most úgy értem, a raktár melyik részén vagy? Elbújtál, hátra mentél? Megmondom, itt vannak ilyen salgópoltok is, azok közé mentem. Nincs jobb, mint amikor az ember élőadásra bújkál a saját munkahelyen, mert tudja, hogy nem sokára nagyon jól fog hangot utálni. Hogy hívják a főnöködet? Badarlás. De most kimondtam, biztos hallgat egyébként. Laci biztos, hogy persze. Laci, igen. Már nem van? Ott van már ő is? Igen, már itt van. Már láttad? Már láttam ma, most jelenleg nem tartózkodik is ebbe a helységbe, de láttam. Egyébként hallgathatok rádiót? Tehát szólhat? Igen, igen, igen. Persze, családias cégnél vagyunk, egy kis cég. Te jó fej ez a Laci. Hát ez a Laci, hát ez egy aranyember. Aranyember, igen. Ha közben megérkezik, akkor nyugodtan hívd oda magadhoz. Jó? Jó. Jó. Na, és fújj bele a szondába. Jó. Oké. Okay. Na, figyelj ide. Mi legyen? Akkor gondolkozunk. Most egy kicsit hangosan gondolkozunk a fiúkkal. Ugye volt mosógépünk, és hát a hétfőre már nem is emlékszem, de az nem hagyott felejtető. Nem hagyott. Legyen valami. Egy hajszárítót kapott, ami egyébként nem nehéz. Igen, ez jól, hogy könnyen utánozható lenne. Igen. Van valami, amiben jó vagy, Anita? Ha. Tehát amiről úgy érzed, hogy jól menne. Biztos, hogy menne. Jó menne. Hát, mit hát. Hangutánzás, aminek tudod a hangját nagyon. Kikapcsolt hősugárzó. Kikapcsolt hősugárzó. Oké, okay, legyen mondjuk a kávéfőző, egy kotyogos kávéfőző. Egy klasszik. Egy nagyon klasszik kotyogos kávéfőző, gondolj az egymilliós konyhára, hogy meg lehet, jó? És próbáld magad elé képzelni, hogy hogy szól a klasszikus kotyogos kávéfőző. Van nektek ilyen? Van, hát most nincs elő, de volt régen, igen. Hát ez rengeteg áztatás van. Okádja a kávét. Igen, hát nagyon finom kávét csinál, én nem tudom, de az egyik legjobbat még az a régi kotyogós csinálja. Igen, igen, azt szeretem is. Csak macerás, ugye, meg hosszú idő, amíg elkészül. Igen, igen. És már fel se robban, mert van rajta biztonsági szelep. Annó, annak idején nem volt. És fölrobbant. Hát rengeteg ilyen, fú. Tényleg, és utána volt egy darabig olyan, amikor rosszul tették be a szelepet, hogy kilőtte a szelepet, és beállt. Esküszöm, hogy a tűzhely mellett beállt a falba a biztonsági szelep, mert ugye ezt oldalra lőttek. Nagypapot megállt a sztorinát, hogy ez akkor is fordul be! És előtt így balra. Pedig ma végig ért a második világ. És nagypapát leszették. És Gellert kapott a templomot. De megúsztam az elsőt, megúsztam a második. A szüleinknek, nagyszüleinknek az a század és az a generáció azért nem volt nekik könnyű, de tényleg. Na jó, visszatérve. Anita, kivel konzultáltál ott közben? Kivel konzultáltál? Kivel konzultáltál? Hallottam, hogy ott közben meg a beszélgetés. A munkatársaknak voltam, igen? Hogy valamit. Hogy valamit adjanak egy kis erőt? Próbáljuk, hogy... De jó, és valaki már eljátszotta neked, hogy milyen hangot hozzá? Hát próbálták itt, igen. Igen. Ott van a Delikmens, adhatod, hogy meghallgassuk, hogy milyen volt a próba hang. Van ott valaki? Jó, átadom jó. Szívesen. Adod egy pillanatra. Ott fut a gyáva. Adél vagyok. Adél, hello Adél. Na hozd nekünk a kotyogós kávéfőzőt. Mit kell Anitának csinálni? Figyeljük. Hát úgy kell, hogy úgy indul. Kicsi Donát kacsás. Jó. Igen. Jó. Nyomjad. De hát aztán fütyül, ami ilyen volt. Sűrűsödik a kotyogás. Igen. Azért most megnézzélek benneteket. Most már csapkodja nagyon... a tetejét. Aha. Jó, most kicsit mozog a tető, így van. Kicsit tejhabosítós vagy. Oké. Okay. Visszadok, Anita. Jó, köszi. Ciao, hello, Adél, ciao. Igen, itt vagyok. Na, Anita, meg volt a főpróba. Biztató volt. Igen. Kis kocsogás, kicsit mozog a teteje, és a végén megfő a kávé. Megérkezünk, és ott a vége. Laci már nagyon ég kint az irodában. Oké, okay. Na jöhet, Anita, halljuk akkor, egy milliós álomkonyha. Hát azért meg kell dolgozni, ez egy nagyon nagy nyeremény, tényleg. Hát rengetegen szeretnék ezt az álomkonyhát. És csak hát öt embernek adatik meg. Megmondom őszintén, mindent belerakok. Oké, okay. Na figyelünk. Jó. Hoppácska, ha Józsi bácsi csinálja a kávét, akkor ott igen Józsi bácsiból jött ki egy hang. Jó, meg kell húzni a tetejét, akkor mindig azért. Józsi bácsi, hogy erőlködik ott már. Itt ott kiszedik a gőz. Oké, jön a kocsogás, mozog a tető. Igen. Igen. És elkezd folyni a kávé. Hát gyerekek, hát ez egyszerűen jó. Csodálatos. Ami jó, az jó. Szeretjük. Jó,
Nagyon örülnek itt a lányok, úgyhogy... Nem csodálom, ezt biztosan kis élvezték. Anita, tök ügyi vagy, hát ezt így kell csinálni. Abszolút. Köszönöm szépen, megpróbáltam mindent beleadni. 300 ezer font, abból 300 darab kotyogós kávéfőzőt megnéztem friss adatúj, sütő, főzőlapok kell, sütő, tényleg mosogatógép, bármi, amire szükségetek van, plusz ugye hát maga a konyhabútor. Úgyhogy Anita, legyél elérhető pénteken, jó, mi fölírtuk, hogy nekünk ez mennyire tetszett, a két legjobbat hívjuk pénteken újra, és kapnak jó. Majd egy döntő feladatot, ahol mindketten ugyanazt hozzák, mi pedig megpróbáljuk eldönteni, hogy ki érdemli meg jobban, de egyelőre abszolút szerintem esélyes. Nem jó, nagyon szépen köszönöm. Nem árt sokat gyakorolni. Köszönöm, megerültem, hogy beszélgethettünk. Igen. Janinak igaza van, gyakoroljál addig. Így van. Jó, gyakorlok mindenképpen. Főző, hajvasaló, hajszárító. Így van, lehetőleg minél több ember előtt, jó? Jó. Ne legyél szállalázas. Puszi, köszönjük, ciao. Köszönöm, mintha. Hello, Anita, ciao, ciao. Na, ez jó volt. Jó volt. Ugye, jó volt. Azért jó. Meg kell dolgozni azért az államkonyhájában. Most, hát, most azért mondtad, hogy nem adjuk olcsón, nem? Most integet, Laci. Nyertek be hozzám négy címének, adj te is. Már berendelték őket. Na jó, van. Játszunk egy jó kis hármasugrás, már itt is van a hallgatónk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Krisztián, hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello, honnan hívtál minket? Székesfehérváron. Székesfehérvárról. Mit csinálsz arra felé? Műszerész vagyok. Műszerész vagy. Oké, szoktak menni a válaszok? Hát van, hogy mennek, van, hogy nem. Változó. Mikor, hogy? Van segítséged, vagy egyedül játszol? Igen, vannak itt körülöttem kollégák. Jól van. Na figyelj, ide így szól az első kérdés. Melyik évben írta Petőfi Sándor a Nemzeti Dalt? Na. 1800... 1800... Várjuk meg. Igen, már 1800... Már izgulok. 1845. Nem. Azt hogy? Azt nagyon hogy. Nem tudom. Ez... Hát megírta, azt rögtön felolvasta. Igen, a Pilvax kávéházban. De mikor? Hát ez annyira triviális maga a felvetés is. Tehát, hogy egy ilyen bemelegítő jellegű kérdés. Mikor? 48, ugye 48 a szabadságharc. 1848, kb. Március 15-ig előtt két vagy három nappal írta meg. Na igen. Pilvaxban. Megírta, és hogy Feri is mondja, egyből föl is olvasta. Szabálta állítólag aztán. Hirtelen felindulásból. Egy tál jókai bablevesért. Majd másnap megrázta magát, és így nem van. Kellett volna ennyit inni. És már 16-ig a kóla. Igen, kiolvastad fel. Krisztián, ez jó játék volt, pedig azért, hogy legyünk őszintén, ez talán nem is volt annyira nehéz. Igen, nem vagyok annyira a történelemben most ügyeles, mert régen volt már sajnos, de... Régen volt. Hát tudjuk meg. Köszi a játékot, Krisztián. Én köszönöm, sziasztok. Köszi, ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9:30 múlt pontosan. 3 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan 3 perc. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Egyrészt itt voltak a Z Plusz egykori műsorvezetői, meghívtuk őket, és hosszasan beszélgettünk velük. Ugye itt volt Lilu, Zsú, Nagy Sanyi, és Filip, ugye hát így voltunk tulajdonképpen a kezdeti gárda, és hát sok minden szóba jött, sok mindenről beszélgettünk az 1997-es időszakból, ugye akkor indult a tévé 1997-ben. Úgyhogy ők voltak a vendégeink, nagyon szerettük, hogy itt voltak, valamint egy szerelmes biztonsági őrről is beszélgettünk, aki egy nagy áruházlánc egyik bútorboltjában kiszúrt magának egy vásárlót, célzásokat tett, hogy ő szerelmes, és aztán a szállító levélről valószínűleg lenézte a nevét, a címét, és rögtön bejelölte ugye Facebookon, és megírta neki, hogy mennyire tetszett az, amit látott a boltban, a hölgy pedig ugye hát panaszt tett, mert nem értette. Egyébként szerintem teljesen jogosan, hogy kerülnek ki az adatai, egyáltalán a neve mellett pedig már ugye ott van a lakcíme is. Úgyhogy ő írt egy levelet, mi pedig arról beszélgettünk, hogy melyik hallgatónknak volt már olyan levakarhatatlan udvarlója, aki mellől egyszer nem lehetett szabadulni. Kiderült, hogy nagyon sokan jártak már hasonló cipőben, és kaptak különböző szebbnél szebb ajánlatokat. Erről volt szó. Ma reggel ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show.
Klassz FM-en. Jó hallgatói hozzászólás, mert egyébként hogy csak azért hívtuk, hogy lobbizunk a frekért. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. De jó volt hallgatni ezt. Én szeretem azt az időszakot, jó volt. Bár én már emlékszem arra is, hogy ugye a Vivát megelőzően volt egy nagy harc az A3 és a Top TV között, hogy melyiket nézzék. A szolgáltatóknál volt elkülönítve, tehát nekem például otthon nem volt Top TV-m, csak A3-at tudtam volna nézni, de nagyon szerettem volna a Top TV-t, mert mindenki mesélte, hogy ott milyen jó műsorok vannak. Aztán a Viva ezt az egészet feloldotta. De akkor az egyébként tényleg jó volt még a Búzáikkal, a Balázsi Pannáikkal, a Filipékkel, a Csiszárral, tehát akkor maga a Top TV az egy ilyen nagyon-nagyon nagy dolog volt, és ebből lett aztán a ZeneTV és érkeztünk milyen újoncokként, hát az érdekes volt. És az A3, ahol még talán a Császár Előd is műsort vezetett. Hosszú ideig, ilyen betelefonálós, a Borosi is, igen. Hogy hívták a Cininek a pasiát, milyen Csabi? Márton Csaba. Márton Csaba. Ugye. Oké, okay, most már kint azt hiszem, hogy a felnőtt műfajban dolgozik, én az Egyesült Államokban, és igen, elvette az egyik színésznőjét. Igen, ő kiköltözött. A Miksa is, László nem Miksa is műsorvezető volt az A3-ban. És hát persze ilyenkor az ember telhetetlen, azt vártam, hogy egyszer csak bekapcsoljátok a Filipnek Oszkárt. Ja, emlékszel? Igen, ha jó lett volna. Igen. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Nem tudom. Laci mindig későn ébred. Döntsd el, Laci. Most jött be? Ba. Hát. Megszólás közül, döntsem el. Emlékszem egyszer Oscar kiosztotta Elizabeth Kinget, hogy micsoda erkölcsi fertő ez az egész műfaj, és hogy nem szégyeli magát, és mindig így fogta a fejét, hogy rám az a baj jön neked, hogy nem, ő nem szégyeli magát. Morning show. Igen. Majd, de gyors vagy. Hello, jó reggel. Ciao. Megvan a Grand Slam. Igen, megvan? Negyedik. Tényleg? Aha. Azt a mindenit neki. Salakon vagyunk, fűben vagyunk, kemény pályán vagyunk, hol mit húztál most be éppen? Betonon. Betonpálya. Igen, egy éven belül, mert akkor az viszont tényleg nagyon szép. Hát talán nem, másfél. Másfél. Akkor nem klasszikus Grand Slam. Igen. Be is került az adásba egyébként, ahogy látom most, hogy ki mit választott, Laci, az SMS-et, pont most volt a Best of végén. Váljátok be az egész E-plusz osztálytalálkozót. Azért hoztátok össze, hogy Filipnél feltűnés nélkül lobbizzatok a frekiért. Hát ezen mi nagyon jót mosolyogtunk. Jó volt. És lett folytatás? Z-pluszos folytatás? Vagy frekire gondolsz? A frekire? Valamit csöpögtessetek. Hát, figyelj, beszélünk majd erről, ha ennek aktualitása lesz. Én szerintem ezt most még azért azok sem tudják, akik majd ezt tudni fogják. Ez a következő pár hónapban dől el. Mi azon dolgozunk, hogy legyen meg az egész rádió nyilván, de hát ez nem csak rajtuk. Hajra. Rajtunk múlik. Drága vagy, köszönjük. Köszönjük szépen, nem sokára ez is kiderül. Mit mondtál, nem mondtad a nevedet, hogy hívnak? Szem vagyok. Szem? Igen. Aha. De hogy egy szem? Tehát, hogy öreg szem vagy? Szem. Hát inkognitóton tartom. Aha. De negyedszerre nyersz, és mindig nem mered azt, hogy Attila vagy Gábor, nem ez titkos, vagy ebből valami kiderül? Sándor. Sándor, na, köszönjük szépen. Hát mégiscsak, ha valaki negyedszerre nyer, akkor már legalább a nevét tudjuk, ha ez az igazi. Sanyi, te vagy a naphallgatója, merre hallgatsz minket? Eger mellett, Ostorosan. Eger mellett, jól van, küldjük neked az ajándékcsomagot. Nagyon szép külön ajándékaink vannak, Sanyi. Ha, nagyon jó. Figyeljél oda. Őrület lesz. Hallgass meg, jó van, okay. Egyébként tényleg egy csomó mindenünk. Oké? Okay? Köszi. Sziasztok. Ciao, ciao. Hello. Szia. Na, most tegyétek a nevét tiltó listán. Tényleg negyedjére. Ez most már azért egy picit arcpirító. Csabikám, milyen zenei lesznek? Remek zenék? Egy korábbi sikert hozok nektek, nem annyira, tehát nem a vívás időszakból, hanem abból az időszakból, amikor a Black Eyed Peas még egy baromi nagy dobás volt, és ugye pont a 2006-ban jártak is itt Magyarországon, egy 2006-os lágerüket hozom, és ugye folyamatosan felröppen a hír, hogy akkor most újra összeállnak, aztán mégsem, akkor most nem tudom, valaki lesérül, és azért nem, aztán anyagi gondok vannak, és hát nem tudjuk, hogy most éppen mi van, de szerintem a Black Eyed Peas a maga nevében, meg az idejében egy remek zenekar. Nagyon tetszik. Olyat hoztak, és nagyon jó dalokat hoztak, és a Maskenádát fogom hozni, ami egy különleges feldolgozás volt tőlük. Jól van, csak meghallgatjuk. Jól van. Azért még egy hallgató, hogy Filipet megkérdezhetették volna a Hungaricool ügyről, de már nem dolgozott. Sőt, föl is hívtuk egyszer. Föl is hívtuk, de már nem MTV-ás, tehát ő már eljött, és egészen más csinál, tehát ő már igen, nem tud elviselni a gondolatot, hogy a Hungaricool nem jutott ki. Igen, na jó van, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, a telefonszám, kérjetek tőle dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. A Morning Show.
legrosszabb reggeli műsora.